Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék! 6 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Hello, Feri. Szevasztok! Szia! Volt egy hosszú életi sztori. Csak ennyit. Hát egy azt mondta, többet csinálsz. Azt mondta, hogy azért ennél jobban bírod a korán kerül. Itt vagyunk, gyerekek, ma kettecskén. Ezt mi szeretjük, ma ketten vagyunk. Mert hogy ugye az Eszternek fellépése volt, és mondtuk azért, hogy ő megy, ő fellép, tehát ő itt is van, de hát máshol is dupla házas haklikat csinál. És ma Juliska sincsen, úgyhogy ma ilyen kis szépen lassan kettecskén, de Juliska lesz. Juliska lesz, megbeszéltem vele, valami volt, vagy mondtam neki, hogy oké, de hogy pénteken ő jön. Tehát, hogy Juliska sincs elengedve, úgyhogy gyerekek, a női vonal nagyon megerősödött itten, kérem szépen. Vagyunk, leszünk, de most ketten vagyunk. Úgyhogy lehet, hogy sokaknak ez is egy kicsit felüdülés, hogy ma nem lesz akkora őrület, zsivaj. Ketten vagyunk, hol hárman vagyunk, az Eszter, hol a Julival vagyunk. Én szeretem ezt a kicsit ilyen, na ma melyik tanár jön? Ki a helyettesítő? Ki a magyar tanár? Ki jön? Kivel? Hogy vagyunk? Szóval minden napnak egy kicsit más az energiája. De ezt nagyon bírom. Helyettesítő tanárnő. Helyettesítő tanár. Nagyon bírom, én önmagában nagyon bírom a csajos vonalat. Az szerintem kifejezetten jó, hogy van egy nőnk, illetve kettő, mert a Juli is itt van, és hogy egy ilyen tök egész más látásmód kerül be a műsorba, az már az elmúlt két napban kiderült meg, ahogy csajok voltak nálunk az elmúlt egy hónapban, mindig azt vettem észre, hogy ugye kinyílt egy picit a világ abból a szempontból, hogy egy női energia igen, megjelenik, abszolút. Van egy olyan látásmód, amivel mi férfiak, hát sajnos vagy nem sajnos, de egész biztos, hogy nem rendelkezünk. Igen. Úgyhogy ez egy jó pont. Abszolút jó, de az is benne van, ahogy mondtuk, hogy van, amikor ketten leszünk, lesz Juli is, egyébként van is, jön is, be is fog ülni, nagyon sok szavazatot kapott, nagyon szerettétek. A nők között egyébként egészen megdő módon ő végzett a második helyen. Ugye? Tehát, hogy Eszter volt az élen. Mondtuk már, hogy aztán az első hármat elmondtuk, hogy nem mondtuk, de szerintem hát elmondhatjuk. Esztert meg Julit mondtuk. Eszter Juli, és ugye Denis lett a második, aki a legtöbb szavazatot kapta. Tehát, hogy tökre az lett a műsorban, amit szeretünk. És ha már Denis, gyerekek, nem is mondtam a Vikinek, én tegnap éjszaka még SMS-eztem a Denisszel, hogy ma tudjuk hívni, mert UFO-t látta, Jeti. A csávó ki van borulva az Insta videóján, hogy nem kamuzik, UFO volt, és felrakott két olyan fotót, ami tényleg elég furán néz ki. Láttam én is. Elég furán néz ki, üvöltözik valakivel a kocsiba, hogy nem érted, UFO volt, nem érted, és ráírtam, hogy figyelj, hívhatunk, mert ugye most többet nézem a Denis oldalát, hogy nálunk volt, meg nagyon kedvelem, és majd megbeszéltük, hogy amikor 8-kor felhívjuk, aztán valahova berakjuk, csak 8-tól van ugye egy lebeszélt interjúnk, de meghallgatnám azért, hogy frissen. Ő milyen UFO-t látott, vagy földön kívülült, vagy UAP-ot, vagy már mit tudom én, mi, hogy hívják, UAP. De hogy jött haza valahonnan, és üvöltözik a kocsiba, hogy nem érted, ez nem ad, nem érted, hogy nincs rá magyarázat. Nézem a videót, mondom, basszus, ez komolynak tűnik, erre nézem a fotókat, mondom, jé, ez tényleg durva. Mondjuk egy kicsit befolyásoló tényező, hogy fellépésből jöttek, az meg ugye mindig tudjuk, hogy mivel végződik. Na de vezetett, várjál. Jaj, tudod, persze, vezetett, hagyjad már. Ahogy az a fiú vezetett. Na, mindegy, meghallgatjuk. Meghallgatjuk, őt is hívjuk. Van videója, van fotója. Merül. Tegnap este történik valami, gyerekek, az ma már itt van nálunk. Az ma már itt van nálunk adásban, úgyhogy lehet. DJ Oti nem dolgozik-e ma véletlenül? Gyerekek! Benézhet! Ha úgy érzitek, én ma erre is nyitott vagyok. Én benne vagyok, hogy lehet. Egy shortlistet küldjön, egy rövid listát. Egy rövidet, akkor... egy dalt, valami, lehet, valami, nézhetünk egyet. Csak egy ilyen kis veköszönést. Egy fél nyolcast. Egy fél nyolcast? Hetes hírek után nem szoktunk zenét adni, egy fél nyolcast. Egy hetes is. Fél nyolcast. Jó, igazad van, csak ne felejtsd szólni. Jó, majd azt mondom, Ati most! Na most akkor, jó, szóljál. Jó, lesz. Otinak van annak szerelmes slágerei? Nincsenek, mi? Ő csak a buli. Neki még a végén sincs. Valentin napra gondolsz? Hát bizony, ma az van. Itt írja is a hallgató, hogy ezt is jó kifújta a Valentin órát, ma ócsa, holnap celdömök, péntek, abony, tehát csak fellépései lesznek otthon. Kine? Otthon se lesz Eszter. Ja, ezt durvántól elképesztő gyerekek, hogy tolja. Tehát, hogy egyet, majd én is beülök csöndben hátul valahol. Igen, megnézném én is. Elmegyek.
Megnézem, kíváncsiak. Szóval, várjál, most akkor DJ Oti, vagy fellépés, vagy Ócsa, vagy mi van most? Hogy van-e fellépése, vagy van-e lassú dala DJ Otinak? Laha, szerelmi lehet. Dala? Nem, oda vágunk, nem. Persze, oda. Vágjunk oda, jó. Vágjunk oda valami. Börgess valami jóval. Jó, úgyhogy akkor kék, fél nyolc után csak szóljatok, csak írjátok a jelszót, hogy Oti. Jó, egy-egy-egyit küldjetek, hogy megbeszéltük. Már mit egyet hétkor megbeszélünk, az fél nyolckor nem biztos, hogy nálam úgy van. Jó? Figyelem, zavaros vagyok, van egy csomó bajom. Na, milyen a Valentin nap? Ma ez a Valentin nap. Bálint nap. Bálint nap. Tele vagytok szerelmes foglalásokkal, nagy vacsorák, nagy bujások, nagy szívek, nagy szexek. Ez a Valentin? Tudod, ez a vendéglátóiparban ez a Valentin nap, ez ugye azért kettős. Dupla deficit. Két szerelmes 16 éves üldögél egy teával. A négy fős asztalán ketten ülnek, igen, és ki tudja, hogy isztek egy valamit. Tiramisút ketten, tudom. De egy full bukó az egész. Mi nagyon örülünk, jöjjetek, szerintem azért ezzel mindenki így van, úgyhogy, de valóban így állunk. Egyébként teltház, nagyon örülünk neki, de a teltház az ebben az esetben félház. Élvezzétek a Valentin napot, mert lejtmenet nap van. Ne! Úgyhogy, de. Jó. Drága Valentin napot ünneplő, drága szerelmesek, ne felejtsétek el, hogy legyen ajándék, legyen valami kis vacsora, legyen egy kis bujás, de lejtmenet napra esik a Valentin. Csak úgy mondom, hogy a lejtmenet nap van. Még szerelmesebbek lesztek. Nézzük pozitívan a világot. Az is lehet egyébként, hogy lezárjátok a flörtöt, a romantikát és az ismerkedést, és belevágtok a... Írja valaki, nekünk házasoknak csak szerda. Csak egy egyszerű szerda. Egyébként, na akkor most bele is trafáltál a dologba, mert tegnap este olvastam egy ilyen írást egy hölgytől, nagyon népszerű oldalakon, ugye tudod, mindig így megfejtjük a lelket, meg az akármit. Na, ki írta, és pont erről írt a csaj, nem jegyeztem meg a nevét, és annyira nem híres, nem ismert, vagy nekem legalábbis, úgyhogy ezért elnézést, de nem is ez a lényeg benne, hanem pont azt írta, hogy ők három gyerekkel állnak, érted, egy háborgó folyó két partján a férjével, terelgetik a medret, foglalkoznak a gyerekekkel, amit mi is csinálunk, ide viszed, oda viszed, megpróbálod rendbe tartani a lakást, fölöltözteted a gyereket, akkor nossá. A szakkör, kemény, és egyszerűen egy végeláthatatlan dolog. És benne állnak ebbe a rettenet szívásba, a folyó két partján nagyon képletesen, néha derékig belegázolva, érted, a nagy vízbe, hogy legalább egy kicsit így megérintsék egymást, és hogy ő azért szereti ezt a napot, mert ezen a napon viszont tudatosan ezt megteszik, hogy egy picit ez az övéké. Ja, értem. Lesz, érted? Tehát, hogy nem a, ők már nem úgy szerelmesek, mint az első randevún az ember, vagy egy kapcsolat elején, amikor így nagyon akarod tolni a dolgot, nagyon hanem már hosszú évek óta együtt vannak, rettenet mennyiségű problémával a három gyerek miatt, ami nem probléma, csak visszük az életünket, és hogy legalább ilyenkor ők is azt tudják mondani, hogy figyelj, Valentin nap van, vagy Bálint, mindenki úgy nevezi, hogy akarja, és hogy most egy picit szakítsunk időt egymásra. Érted, hogy csak annyi, hogy... Ez tiszta, abszolút. Na, és ez jó, hogy ezt így ülik, ez már, hogy így, vagy erre még így van energiájuk, ez jó. Hát ez nyilván a kapcsolat vérmérsékletétől, hevétől, álláspontjától is függ, hogy ki ünnepli, ki nem. De igen, értem, ez jó, hogy arra kiszakítanak egy napot. Igen, hogy így legalább ott van, ezt megtehetnéd egyébként augusztus 12-én. Ez jó, ezt adom. Megtehetnéd ezt október 4-én is. Nem, ők most teszik meg, mert most van a napja. De legalább van egy olyan deklarált nap, amikor azt mondjuk, hogy elengedjük ezt az egész szarságot, amiben vagyunk, ami egy persze tudjuk szép küzdelem, de megőrűz benne előbb-utóbb. És ezen a napon azt mondjuk, hogy most nyújtsuk egymás felé a kezünket, idézzük fel, hogy milyen volt, amikor még a boldogság dominolt nált alapvetően a kapcsolatban, és ez a sok vacak nem nyomta rá a bélyegét. És szerintem ez meg tök jó. Ezt adom, ezt, hogy ezt így, ez tartja karban, vagy ettől így ezt meg lehet menteni, vagy ettől ez így jó lehet, vagy igen. Igen, igen, igen. Egyszer mi is bevetettük magunkat, nem Valentin napon Vikivel a városba. Az lett a vége, hogy kikötöttünk akkor még az élő Andy Vajna kaszinójában. Egy nyári este. De mondjuk az ez tök jó. Átszaladtunk a Lánchídon, bementünk, hogy na most beisznek kaszinózni, na most olyat kaszinózunk. Semmi nem volt nálam, se személyigazol, se a Vikinél semmi. De senget. Én is mondtam, hogy az Andy, és hogy a... Ne, hív fel a papát. A
papát. Mondta biztonság, hogy hívj fel a papát, ha a papát eléred, és a papa azt, hogy bejöhetsz, akkor bejöhetsz. Okay. Persze nem tudtam fölhívni az Andyt. Vagy Amerikában volt, vagy nem tudom, hol volt, ott álltunk csatak részegen fél egykor a kaszinóban, hogy most pedig felteszünk mindent a rulatra. A gyerekek jövőjét felrakjuk a rulatra. Buszoztunk vissza, tömegközlekedtünk, fú, nagyon vad este volt, mondom, a kaszinóba kötöttünk ki, de nem tudtunk bejutni, mert nem engedtek be. Hát ha nincs személy, akkor ott már nincs semmi. Nem, egyébként rendesek voltak, aztán hívjam föl a papát. Mondom, jó, most nem hívnám fel egyébként negyed egykor éjfékból Andyt, hogy figyelj, Andy, ébredj már föl, szólj már a kaszinóba, engedjenek már be, mert én vagyok az egyébként, Balázs, tudod, itt dolgozom a rádióban, szeretjük egymást, kedvelsz, de hogy nem engednek be az emberét a kaszinóba. Úgyhogy megalázottan elkullogtunk. Hát ennyi, személyével kell menni, meg sok pénzzel. Igen, abszolút. Hiányzik az eszteri roxus. Nekünk is nem kér be a gázsiba, úgyhogy ennyi van, gyerekek. Érjétek be ezzel. De hogy mennyit kér 5 napra? Ezért maradt 2 vagy 3. Igen, ráadásul köztársasági elnök választásom van, úgyhogy ma írja a kampánybeszédét, és ma már fel van rendelve a Sándor Palotára egy meghallgatásra. Tehát egyszer lett nekünk harmadik műsorvezetünk, egyszer lesz köztársasági elnök asszonyunk, úgyhogy több tiszteletet a hiányzó hölgynek. Így van, megbeszéltük tegnap, itt van 10-ig, és utána megy át a Sándor Palotába, és intézi az ország dolgait. Hát semmi baj, belefér ez a dolog. Ennyi, egyébként igen. Na, azt mondja, hogy kedves feleségemnek, Valentin napján van a születésnapja, tripla költség, üdvözlete, Sanyi. De egyébként azért jó, mert nem felejted el a Valentint. Én névnapokból nagyon rossz vagyok. Fú, nagyon, nagyon cefet vagyok, nem mennek a névnapok. Na, de ez azért de például az van, nekem nem? Tök nagy segítség, hogy a Viki névnapja az, mit tudom én... Vannak dolgok, nem. Amiket nem... Dec 23. Névnapja az, Dec 23. Az valamikor van. Figyelj, én elúsznék. De én a sajátom, minden név, én mindig. De hogy ezt tök értem, hogy a Valentin a szülinap, meg legalább megjegyzed a Valentin. Így van, bármi nap, 14-et. Vagy megjegyzed a születésnapot, hogy eszedből a Valentinről, ki hogy áll hozzá. De te tudod a névnapokat? Fullosan hülye vagyok belőle. Nem, én a békáit se tudom, mert az meg ugye ilyen nap, hogy béka nincsen, de én így szólítom, Judit nap, és akkor mindig nagyon... ő szokta jelezni este. Elcseszett egy hogy ma van. Nem is szeretem. Lehet azért nem tudom, mert nem szeretem a névnapot. Na. Tehát nem tudod megjegyezni. Igen, gyere Pista vagy, ígyunk egy pálinkát, mert Pista vagy. Na, szóval mondjuk ez vidéki, jellemzően azért nálunk a névnapok megünnepülése az egy nagyon, nagyon nagy dolog. Nincs nagyon környező országban, azt tudtad? Angolszász országban szinte egyáltalán nem. Semmi nem. Nincs, ünnepen. Ez a névnap, ez egy ilyen... Amatőrök. Ezek nincs egy italozásukból mentesültek így. Igen. Mert ezeket, hogy ugye József, Ferenc, István, ezeket mind tudják az emberek, és akkor olyankor össze lehet jönni egy jó kis dumálásra. Igen. Na, azt mondja, hogy érezted magad a piócázás után a Bali. Tényleg, mi van? A gyerekek egészen sokáig folyt a cucca nyakamból. Te udorító. De annyira jó volt, hogy én nyomok egy 10 alkalmat, eldöntöttem, én letolom. De mi történt? Oké, itt föltettük tegnap a piócát, már akkor érezted, hogy bizsereg, meg nem tudom, aztán elmúlt ez a relaxált állapot, mert bicikliztem, tehát ott azért ezt nehéz tartani. Nagyon gyönyörű idő volt, tehát hogy kezdődik a szezon, bátrabbaknak, motorgyengébeknek bicikli. De itt, amit éreztem, az nagyon durva volt. Tehát egy ilyen nagyon ellazult, nagyon mély, egy ilyen... Kicsit nyálfolyós. 3 pálinka, meg egy Jojo. Körülbelül ezt tudta. És egy piócából megúsztad. Az 50 herces hanggal betyolt ezt így a fülembe. Eszter küldött egy egészen durva képet, ő azért durván levedzett még este, 7:30-kor. Egy fél liternyi vér volt azon a kötözésen. Úgyhogy lehet, hogy balesetén van egyébként egy nyílt sebből a derekán, amit ez a pióca okozott. De valami nagyon durvaság volt neki, úgyhogy nyilván ennek így egyszer azért úgy nincs hatása, tehát egy jó 8-10 alkalmat kell, de hát hallgassátok meg a tegnapi riportot, félelmetes, hogy milyen bölcs a természet, és mennyi minden van ott az állatvilágban, ami az emberet is csak megtalál. Hogy mekkora tudomány ez. Jó és volt a piócás. Milyen okosak ezek az állatok, milyen intelligensek, csak egy ilyen csúnya gyűrűsférget látsz, és közben meg mekkora magicet tud az állat. Hercet nyom, gyógyít, beléttol egy folyadékot, 300 enzim, vírusölő, baktériumölő. Szóval milyen a természet hogy gondoskodott arról, hogy oké, megteremtem az embert, amikor még nem volt patika, meg Big Pharma, meg nem tudom, de adok hozzá gyógyírt is, csak ezeket ismerjétek meg, és használjátok. A növényeket, az állatokat, a piócát, a mindent itt, és ő gyógyítani jöttek. Hát, és egy kicsi undorító, gusztustalan kis lény, ami rá de undorító, és micsoda intelligenciát rájt, csak az ő működése.
És akkor még ott vannak a virágok, a növények. A virágok, minden, a növények, amiben szinte minden benne van. Szerencsére föltáltuk a penicillint, hajrá előre. Igen. De Karina tudása is megdöbbentő volt. Szóval így Iris diagnosztikából a fél munkahely sorba állt. Én még fél tízkor vagy tízkor mentem el, és láttam itt egy hosszú tömött sorokban, még az enyémet is, és egészen pontosan diagnosztizált Irisből, szemből. Azt, hogy ilyen régi töréseket, azt megmondta az Eszternek is, Annának ugye a lábát megmondta, azért az döbbenetes volt. Igen, tehát akkor igen, tényleg. Én is így kicsit, mert én a Karinához más miatt járnék, ha értitek, mire gondolok, de hogy az egy nagyon megdöbbentő volt, amikor ezeket így kinyomta, vagy nekem ugye az alsó gerinc elcsúszásomat nekem alul el van csúszva. Igen. Egy kicsit, szerencsére nem krónikus a dolog, ezt belenéz így a szemedbe, de nem volt hosszú bámulás, egy fél perc, na Feri, akkor az van, hogy és például a gerinced. És nekem az idegi fáradtság, ugye ez nyilván 30 éve van, nehéz fém túlterheltséget mond, csíkcsogai elcsúszás, azt mondja, hány is nekem azt mondta, hogy nagyjából rendben van, belek minden, oké, tök jó, azt mondja, egy nehéz fém túlterheltség. Én tudom, hogy az honnan van, szerintem a halakból, amit eszem, borzasztó sok. De annyi halat eszem. Hát 30 éve borzasztó sok tengeri halat eszem, abban ólom, amit tudom, egy csomó minden, higanyát, tudod, borzasztó dolgokat szednek, hát, sajnos. Plusz viki a cseppekkel, ugye, hogy hát ha egyszer. Igen, az arzén azért azért az csak nem meglátszik. Igen, hosszú tán, azért a tapétából, ami sugárzik a hálószobában, azért az előbb-utóbb már látszik a kopaszodásomon. Esti teátba, plüty. Igen, de tényleg nagyon jó. Én nyomok egy 10 alkalmat. Na, kíváncsi vagyok. Elmegyek. De kell ez a lefekvős nyugiba, meg akarom hallani, hogy énekelnek. Meg akarom hallani az 50 hercet. Nem hallod. Nem hallom az 50 hercet. Azt nem fogod hallani. Vigyél, kérjél a műszakiaktól, van ilyen hercmérő. És akkor tedd oda mellé, hát ha az látja, hogy egészen fantasztikus. Egészen fantasztikus volt. Na, a sok tonna lehet. Németországban is ünnepelnek névnapot. Igen, fogadásból kinyert, nézzük gyorsan. Azt mondja, hogy Kübenhavn Manchester City. Ez 1-3 lett. Én 5 gólt tippeltem, te 4-et szemét. Ezzel meg is nyerted Eszter 3-at. Úgyhogy akkor utalok. Lipcse Real Madrid 0-1. Balin 4 gólt tippelt. Feri 3-at, Eszter 2-t. 1-0-ra nyert a Madrid. Tehát akkor te a Manchester City-vel behúztad, a hogy rohadnál telibe. Nagyon köszönöm. És akkor Eszternek, aki még nyilván alszik, az Insta oldalára. Meg tudjuk írni, hogy egy 10-es jöhet is, Feri, kérlek. Írjátok meg ti. Raskó alsóvonal, nem, ez a Schweinsteiger, vagy milyen neve? Valami Schweinster. Schweinster. Ezt nem is a férjét hívják így? Ezt nem kérdeztem még. Én se. Még minden nem tudunk azért róla, de Schweinster néven van fönn. Írjátok meg, hogy régen a Janinak, hozzá léci 10 000-et holnap. Legyen nálad kes kislány. Tartozol a Ferinek 10 000-rel. Úgyhogy mindjárt utalok a Revoluton neked. Hogy költenéd el penicillinre? Nem, másra fogom elkölteni. Jó, de ő nyugodtan küldje, csak. Igen. Jó, de ma is van, úgyhogy ma visszahozzuk. Aha. Ma visszahozzuk, gyerekek. Jó, ma te mondhatsz először, rendes vagyok. Mert azt PSG, Real Sociedad, Lazio, Bayern München. Micsoda? Micsoda? Lazio. Lazio, tele akkor vagyunk. Akkor ti is tévét néztek ma, ugye? Gondolom, hát nálunk a Noel. A gyerekkel. Noel nézi a meccseket, én engem ez elképesztő módon hidege hagy. Én is legalább csöndben van. Nézze csak, nagy meccs van, fiam. Nagy meccs néző, igen. Oké, jövünk mindjárt, jó sok témánk lesz. Ma fél hét van, pontosan játékra is eljelentkezni, ébredezzetek. Ha úgy érzitek, akkor pedig írjatok, mindenek örülünk, jó? Simogassatok meg bennünket. Jövünk mindjárt, Eszter Schweitzer, így van fönt a Eszterünk. Schwester. Schwester, bocsánat. Nem. Azt mondják, az azt jelenti, hogy nővér idegen. Leszter nővér. Eszter nővér? Aha. Ezt is tudjuk. Jövünk mindjárt. Balázsék! Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-7 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk most kettecskén. Júli is érkezik még a hozzánk majd a héten. És Eszter is lesz. Még nagy a női forgalom. Mi ezt nagyon szeretjük, de most úgy a... Most kettecskén. Egy szerdai megpihenő. Szerdán fújunk egyet, igen, Eszter is fellép, akklimatizálódik. Meg a szerelem napja van, hát tudjátok. Hát ráadásul. Ha valaki, akkor ő, igen. Annácska volt ma reggel levél? Tényleg? Azt mondja, volt. Tudjátok, hogy Anna ilyenkor mindig február 14-én igen. Bejön. És elmond egy levelet. Igen, hogy egy gyönyörű kis levelet kap ilyenkor reggelente. Az egyébként nagyon cuki. Egész évben viszont verést, cuki. De hát jó, minden nem lehet. Igen. De hogy is, Peti nem olyan. Igen. Azt írva, aki ez majdnem Oti volt, ahogy indult az Oti, de ezt nem Oti játszotta, jó? Ez fontos. Tehát ez nem, ez okay. nem volt közünk. Nem volt közünk ez. Azt mondja, hogy...
Igen, srácok, nagyon régóta hallgatlak benneteket, de nagyon bátor dolognak tartom, hogy annyira nem változtató műtőte után Eszter művész neven ilyen lelkesen és humorosan vezeti a műsort. Annyira szerint a csöcsöket, hogy csináltatod magának. Respekt. Fény. Kazi. Jaj, Kazi. Kazi visszatért. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egyébként sok, nagyon sok hasonlóság van. Sok hasonlóság van. Eszter is. Fura módon, igen. Igen, de ma nincsen, ugye ígértük, hogy azért lesznek olyan napok, amikor nincsen. Mondtuk is, ő is fúj egyet, mi is, ti is, mindenki. Nagyon kedveljük az Esztert, nyilván borzasztó sok lekötött fellépése van, neki azért ezt így, hát hogy is mondjam, csak akklimatizálódni kell, úgyhogy ők a Julival lesznek majd váltásban, lesz a Juli is, őt is nagyon szeretétek, nagyon sok szavazatot kapott, Eszter is lesz, de ma nincsen, úgyhogy ma így vagyunk. Meg nem mert bejönni így a 10-es bukta után, na mindegy, holnap is el tudom kérni ezt el. Igen. Hello, na eddig bírtam, azonnal eltekertem, hogy meghallottam Alekos, de eddig bírtam, inkább Alek, mint a retro írja Sanyi. Sanyi, nagyon jó, örülünk, hogy újra itt vagy, Sanyi, de hogy nincs szó az Alekról, nem is volt, nem is lesz, és szó nincs róla. Az egy trollkodás volt, aki ezt elhitte, az igazából nem ismer minket igazán. Hát egy kb. 5 perce volt, de Sanyi, örülünk, hogy visszajöttél. Sokan vannak most így, akik visszatek el. Nincs az Alek, akkor rosszul hallottam valamit. Nem, csak hát és egy nincsen. Picit azt érzem, hogy elment a világ melletted, Sanyi, mert hogy mindenki megírta, hogy ki lett. Szóval, hogy akkor te biztos, hogy semmit nem olvasol, semmilyen sajtót, mert az írott és a nyomtatott és a digitális sajtó is lehozta, plusz igen. Mi is kitettük. Tehát, hogy te van, nem tudom, hol élsz, haverne. Nem tudom. De itt a csapatban megint. Nekem az a fura, hogy valaki 10 évig hallgatja. Szereti a Janit, ez rendben van, a Jani elmegy, és akkor azt mondja, hogy Alekosz. És hogy oké, rendben van, de még csak a megszólás végét várja sem meg. Tehát szereti a humorunkat, ismer minket. Tudja, hogy milyenek vagyunk. Tudja, hogy azért sokszor csinálunk hülyeséget, meg trollkodunk, meg nem kell minket nagyon komolyan menni. Tehát az egész műsor azért sokszor tényleg egy idézőjel. És meghallja az Alekot, és elkapcsolja az ő soha többet, és egy hét kell neki, mire szólnak, hogy figyelj, nincs az Alek, gyere vissza. Szóltak, hogy nincs az Alek, így visszajöttem üdvözlni ebbe a pillanatba. Érted? Tehát, hogy közben ő mit hallgatott 10 évig? Tehát az olyan, mint a Dumb és Dumberen, vagy a Csupaszpisztolyon kimegyek a moziból az első, nem tudom, taknyoncsúszós vagy fingós viccen. Hát azért nézed a Dumb és Dumbert, mert ezért tele volt, nem? Vagy nem ezért tudom. Ezért kéne, hogy nézd, de ő valószínűleg nem nézi. Ezért nem tudom, Ryan közlegényen a Spielberg filmen az első homlokon lövésnél azt mondja, ez nekem sokkal kimegyek. Mire számítottál egy Óza csodák csodájára? Tehát, hogy érted? Tehát, hogy meg sem várja. És valóban nagyon sokan eltekertek. Oké, visszajöttek, hallották, de hogy elhitték, hogy felhúzták magukat, hogy megdöbbenek. Tehát ez tényleg olyan, mint a kimész egy Pintér Béla dalabról az első 5 percben, nem bírod, hogy politizálnak. Haver, na, hát mire jöttél? Ez nem a Padlás című darab, ez egy Pintér Béla darab, az Kénében, vagy a nem tudom, az UP rendezvénytéren, az Újpesten, hogy mire számítottál? Aranyos mizére kötögetése, az nem ez. Akkor hát, nézd meg. Akkor más műsorra kell menni. Nézd meg a Centrálba a házassági leckék középhaladóknak című darabot, és akkor nagyon jól fog szórakozni, mert abban nincs politika, hanem az egy párkapcsolati dolog. Szóval, hogy, na, tényleg nagyon fura. Tényleg nagyon fura, hogy mennyien nyalnak be éneket, vagy vesznek bennünket úgy komolyan, hogy közben 10 éve hallgatják, és ismerik, és tudják a szellemiségünket, meg az egész műsort. Úgyhogy ez tényleg érdekes. Jó sikerült az átverés, ez a lényeg. Igen, abszolút. Ez teljesen jó lett. Igen. Azt mondja, hogy itt van velünk Benny. Hello, Benny, már játszunk is. Benny, jó reggelt. Ja nem, még csak beírta az Anna, jó? Oké. Okay. Van valami baj? Hallom Annát. Ha 70-es vagy, Benny, az a baj. Benny, jó reggelt nektek. Benny, csúszik a telefonja, amit nem értek, mert egy sima 70-es számot, most megpróbáljuk innen az adóstúdióból, hát ha nem csúszik. Nem értek, szegény, mert leszette a headsetet. Olyan, mint hogyha késletetve hallgatná az adást, olyan, mint hogyha online hallgatná, aha, de nem, a telefon maga csúszik, hát bízunk benne, hogy most nem. Igen, közben valaki elküldött egy nagyon jót. Írtam a retróra, hogy nincs Alek. Nem tudom, beolvassák-e. Ő szólt. Sziasztok, Balázsék Rádió egy hallgató, hogy nagyon szeretem őket. De most azért jöttem, hogy mondjátok már belé, hogy nincs a Balázséknál Alek, csak hogy akik átjöttek, addig a retróra. Jöjjenek már vissza, mert nincsen, gyertek srácok, szabad a vásár, nincs itt, lehet jönni. Na, hello Benny, megnézzük, hello, hogy csúszol-e. Hello Benny. Hello, sziasztok, remélem nem. Nem, tök jó vonal. Tök jó vonal. Na, szuper. Annával beszéltem, és ezzel csak a semmiből, így ilyen 5 másodperces csúszásban voltam. Hát öcsém, lehallgatják. Ez lehet a baj. Mivel foglalkozol, hogy ilyen fontos tényező vagy? Én pentester vagyok. Mi? Pentester, különböző cégeknek csinálok ilyen biztonsági vizsgálatokat, web applikációkat, akár mobil applikációkat, hasonlókat. Az ilyen etikus hacker kategória, vagy az micsoda? Így van.
Ez a menü elnevezése. Ez a menő. Ha nekünk az kell, mi a menő dolgokat szeretjük. Igen, és mit mondta ez mi, hogy hívják etikus hacket, de mi a másik neve? Penetration testing. Yeah. Általában így hivatkozik rá a piac. Aha. Amikor munkát keresel, akkor ez az első, amire rákeresel. De ez otthon csinálható, ugye? Ülsz és próbálsz betörni ide-oda. Márhogy nem úgy, hanem számítógéppel. Így van. Hát a pandémia alatt lett igazából ez ilyen home office-os téma, bár ez pont az a szakma, amit igazából a világon bárhonnan lehet végezni. Aha. És idehaza dolgozol, vagy külföldre? A pandémia volt az, ami ilyen. Hát is. Igazából vannak magyar partnerek, vannak külföldik. Aha. Akkor már csak egy kérdésünk van, jó a lecsó, haver? Jó, mondjuk, igen. Kicsit tényleg csúszik. Nem, csak közben még olvasom az üzeneteket. Nem, tényleg nem tudom, hogy miért van. Én sem, de ha nagyon sokat csúszik, akkor el. Sehetszeten nem vagyok. Ez egy jó játék lesz így, hogy 3 másodperccel később válaszol. Benikém, figyelj, ez nem tudom, mi van, de ez nem fog menni, mert nem, de hát időben ez nem annyira jó nekünk. Ezt megértem. Hát sajnálom. Jó voltál, de játék nélkül nagyon jó. Hogy ezt is itt lesz. Nem, ezt nincs most. Nem, hogyha ezt is itt van, akkor szerintem még ezzel a csúszással is meglettem volna talán. Igen. Meg hát én pont azért próbáltam jelentkezni egy ilyen ajándék csomagért. Oké, figyelj csak, Benni, akkor te, mint rendszergazda és penetráció, legyél kedves, javíts meg a telefonodat, mert holnap lesz az Eszter, és akkor elveheted azt az egy pontot. Oké? Jó, rendben. Vagy majd megadom a feleségemét, neki Samsungja van. Az is ez jó. Meg egy iPhone amúgy. Nem az iPhone miatt csúszik. Valaki meghekkelt. Azt mondja, hogy a gödöllői Fidesz oldal mögötte vagy, mint etikus hekker? Te raktad tele nagy csöcsű, hatalmas fekacsajokkal hónapokra a gödöllői Fidesz oldalát, nem? Bárcsak, nem sajna. Igen. Kezdődik a kés és a Pegazus elindult. Köszi, Benni, letesszük, csáó. Szia. Nem, ez így nem volt nagyon jó. Tibi, jó reggelt, csáó. Sziasztok, jó reggelt. Késel, Tibi? Nem. Tibi nem késik, Tibi időben van, jó? Ez fontos. Oké, jó, csak hogy tudjuk, hogy mi a helyzet. Honnan hívtál minket, Tibi? Debrecenből. Mit csinálsz, milyen foglalkozol? Építkezésben dolgozom, építőipar. És van most meló, mert azt mondják, hogy az most nem nagyon dübörög. Hát azért van. 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 Van még azért pár építkezés. Segédmunkás vagy, főköműves vagy, szállító vagy, vezér vagy. Gépkezelő. Okay. Aha. Jól van. Játszunk akkor egyet, jó? Rendben van, játszunk. Oké. Okay. Kivel szeretnék kettőnk közül? Balázs. Miért? Nem tudom. Minden reggel hallgatlak, és... Oszír, mert gyenge szar vagy. Csak ezt nem tudom, így spontán jött, hogy veled szeretnék, Balázs. Jó, oké. Okay. Oké, okay. Nézzük meg. Mehetünk? Mehetünk. Oké, okay, figyeljetek. 3-2-1, tüsség! Na, itt vagyok. Csak legalább egy kérdést. Nem kell sokat. Ezt nem hiszem el. Szép volt, Bali! Szép volt, Bali! Figyelj, Jézus az Isten, ember, Anna rakjál mappába. Az ember, aki úgy nyerte meg a játékot, hogy egy rohadt szót nem szólt. Figyelj, az évjátékosa vagy. Hát így kell csinálni. Az van, Tibi, hogy nem szólaltál meg. Tehát konkrétan csöndbe voltál. De amikor elindítottuk a játékot, egy szót nem kellett szólnod. Igen. A főnök kivégezte magát. Igen. Meg akartam kezdi küldte hallgató. Figyelj, tudod, mi az a derékszög? Így akartam indítani. Erre bemondtam a nemet. Tibi, nagyon jó voltál. Kifejezetten jól játszottál. Kifejezetten jó vagy. Mit csinálsz az építőiparban egyébként? Már mondta, hogy gépkezelő. Ja, gépkezelő vagy. Jó. Gépkezelő vagy. Akkor mennyi gépet kezelgetni, ne játsszál itt. Tibikém, nagyon jó voltál. Azt kell, hogy mondjam, hogy megnyitottad a Balázs mappát, ez bekerül. Tehát, hogy ez fantasztikus. Így még sose kaptam, hogy a játékos meg se szólalt. Mondjuk én megóvom, hogy passzív.
Óvjuk meg, hogy passzív. Jó, az van, Tibi, hogy itt többen jelzik, hogy passzív voltál. Kérem, hallgassuk vissza a megszólást, hogy megszólalt a Tibi a megszólásban. Véleményem szerint nem szólalt meg a megszólásban. Tehát Tibi egyértelműen passzív volt. És aki nem beszél, az nem is nyer. Könnyű úgy, ha nem szólalsz meg, Tibi. Tehát úgy persze, hogy valamit mondanom kell. Jó, de nagy. Jézus már is, hogy még én mondok bármit, tegnap az Eszterre érted. Bali nagyon figyel ma is. Írja valaki, Bali nagyon figyel ma is. Jó gyerekek, hát de azért lehetek én is indisponált. Ja, ez benne van, csak hogy mindig. Ez benne van sajnos. Jó, ne embereskedje azért. Most nem kell arcoskodni. Meg se szólaltál. Na nem harcodott veletek. Az ember, aki némán legyőzte Balit. Az ember, aki nem szólalt meg, és úgy verte el. Te viselheted életed végig ezt a címet. Hogy úgy vertél meg, hogy meg se szólaltál. Tibikém, köszi játékot, ciao. Köszi szépen, sziasztok. Hello. Óriási. Nagyon jó vagy. Azt kell mondjam, hogy ez tényleg egy gyönyörű, szép, átgondolt játék volt a részedről, de nem. Az a baj, hogy SMS-eket olvasok. Vibert olvasok, reggelit nézek, TV2-t nézek, próbálom közben kitalálni, hogy ki ül a Peller Maria mellett, ki az a csávó. Mert hogy valami új csávó van a reggelibe. Közben Viber üzeneteket olvasok, még az SMS-t megnézem, és mire elindul a játék, pont nem vagyok ott agyban, de ez szánalmas mentegetőzés, nem több. Annak tűnik számomra is. Lehet ezt így fényezni, meg lehet Igen. ezt így szépen elmismásolni. Sajnos ez Igen. egy rohadt nagy bukta volt, haver. Tibi olyan volt, mint Bracó. Bracó nézett, Tibi hallgatott. Tibi Magyarország új Bracója. A hallgatással megvert. Úristen, de szégyenletes ez. Atyaisten. Na mindegy. Valaki kigáncsolta saját magát. Egyébként így van. Nyilván. Beírtuk a kis pont, köszönöm, Gyula. Érik nekem az a 40, is úgy érzem a hónap végére. Nem akarom elkiabálni, de nagy kasza lesz a február. Jó, figyelj, azért nyugodj meg, az Eszter fog fizetni mindig. Tehát azért az... Hát és a második hely is fizeti. Ja, azért a basszus tényleg. Csak az első nem. Basszus tényleg. Abban megnyugodtam, tudod, hogy az Eszter az jó. Ő hozza, de tényleg a második is fizet, tehát nem vagyunk. Nyugodtak. Na jól van, oké. Okay. Hol van az agyad ilyenkor? Azt úgy szeretném figyelni. Figyelj, szanaszét. Tehát annyi impulzus van még most így nekem reggel. Annyi mindent olvasok, percre. Nézek, közben cikkeket megnyitok, RTL-t nézek, mondom Vibert, ránéztem a Bitcoin-ra, közben elolvastam egy Bitcoin alatti cikket, egy négy dolgot csinálok egyszerre. Tehát felszívom magamba ilyenkor a reggeli információkat. Ezzel egy baj van, hogy nem vagy ott. Tehát, igen, hogy nem érkezel meg a játékba. Kéne csak visszajönni. Jó, de ez még azért a koncentráció hiányán belül is azért egy durva dolog, hogy meg se szólal és úgy ver meg. Jézus Isten. Na mindegy, gyerekek. Semmes gyilkos. Igen. Jövünk mindjárt. Jó, fogd a piócára, Bali. 5 perc, pontosan 7 óra. Ha van közlekedési életek, küldjetek, mi pedig itt vagyunk és rögtön. És akkor folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 7 óra után 6 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó reggelt, boldog Valentin, Bali. Köszönöm szépen, Dani, nagyon drága vagy. A nőkről. Dani, van egy vonzalom? De a nőkről és a Valentin napról. Eszedbe jutottam, az új borítóképek alapján teletél a csöpség. Balázs, egyébként így van. Így tehát, van. Hogy tegnap két pufival vitatkoztam a reptéri. Pufival, a repülőtéri. Ízlésesen molettel vitatkoztam itt, hogy nagyobb ülőhelyek legyenek a repülőn, meg ki mennyit fizessen, meg hol utazzanak a pufik, meg a vékonyak. De valóban, ha ketten rám förmednek, akkor... Most már véged van, és nem csak pufiság miatt, azért alacsonyabb is vagy egy 15 centivel. Tökre élem, amit a Jani élt 10 évig, úgyhogy én lettem hirtelen ebben a... kicsi, a csöpség. A kicsi, a csöpség, aki beszól a nagyoknak, és igen. Tehát, hogy ezt most nagyon, nagyon adom. Azt mondja, hogy gyorsan nézem, hogy mi a helyzet az útjainkon, semmi, minden rendben van, csendnyugalom, békesség, és egy rendben. Fok, gyerekek, egy fok hűvös van. Nem ám az van, mint az elmúlt napokban, úgyhogy eszed legyen a csúszással. Így van. Nehezebb bekerülni a játék, mint a Karmelitába, írja valaki, igazonnan könnyebb ki is kerülni. Köszönjük szépen, ez is egy szép megfejtése a mai Valentin napnak. Boldog Valentint, ha valaki elfelejtette, szólunk. Bomborok, Raffaellók, csokoládék fogyanak. Virágcsokrok. De azért én szólok, hogy... Hogy lejtmenet nap van, tudom. Köszönjük. Hogy lejtmenet nap van. Valentin, ez jó együttállás. Egyébként Igen. meg nem itt tudom, hogy mit csajozol itt, hogy csak a csajok, meg az akármi. Ez két nő között is lehet, Valentin kép férfi között is. Szerelmesek napja. Ja, nincs, jó? Hát nincs. Tessék. Tőlem figyel, tőlem aztán, tehát, hogy aki ahogy akarja, amit akar. Tehát, hogyha két pasi, három pasi, két csaj, talán kicsit jobb, de hogy ne. Még ülnek nálad az étteremben a búgó csajok, vagy két pasit láttál valentinozni? Nem néztem az ritka, át így. Ja, persze, igen. De ez annak is köszönhető, hogy ezt Magyarországon nem nézik. Szerintem még mindig jó szemmel. Erről azok tudnak, az érintettek tudnának hosszasan nyilatkozni, hogy ma még két férfinek kézen fogva menni az utcán, sőt,
egyre rosszabb a helyzetük szerintem, viszonylagosan nehéz. Tehát ők inkább akkor otthon valentíneznek, mint hogy beüljenek valahova. Otthon el. Hát. Költik a kis prosutos sonkát. Nem akarod kitenni magad annak, ami ebben az országban van, hogy meglátnak két hapsit, vagy két nőt, akkor ott már rögtön elmegy, elkezdődik az oda nézek, csúnyán nézek, beszólok, akármicsoda. Szerelmesek napján ezt nem akarod magadnak, és ez szomorú, de ez van. Már nem az, hogy nem akarod, hanem hogy egy kicsit ilyen az országunk. Igen, igen. Leszorom a Valentin napot, köszönöm. Egészségedre. Ez is jogod van, abszolút. Tehát, hogy teljesen jogod van. Megértjük, hogy ezért ez sokakat irítál. Akik szinglik, vagy akik éppen most szakítottak, vagy akik gyűlölik a külföldről behozott ünnepeket, és hány ingerük van tőle, tehát hogy... Ez ilyen kicsit ilyen közömbösen szemlélem. De is az vagy, közömbös vagy. Nem, ez se pro, se kontra, nincs nagy érzelmem. Figyelj, akkor gyűlöljük a karácsonyt is, mert az ugye német szokások alapján került be Magyarországra. De akkor az se kell. Na, tessék, akkor az összes... Tehát ez, hogy ez most ez külföldről jött, azért gyűlölni, és akkor így nagy nemzeti mellkas dübörgetés közben azt mondani, hogy a Valentin egy hogy hívják, egy nyugati ünnep, szerintem az baromság, mert ha egy csomó ünnepet meg tudsz így nézni, akkor van, ami nem volt soha a miénk, de aztán a miénk lett. Itt az üzenete a szép, aki akarja, csinálja. Én továbbra is azon az állásponton vagyok, amit reggel elmondtam, hogy nem csak a friss szerelmeseké, hanem tök jó az, hogy egy évben van egy olyan nap, amikor egy kicsit megpróbálsz közelíteni ahhoz, aki valaha nagyon szerelmes voltál. Kicsit csitult, oké, de legalább ilyenkor fújjuk meg azt a lángot, vagy a parazsat. Igen. Hadd szóljon. Elengem van a Valentinából, üdvegy elfelejtett Bálint, én mindent leszarok, köszönöm szépen. Igen. A karácsony szeretem, köszönöm. Most mindenki, ma már reggel mindenki meg fog köszönni mindent, tehát majd. Jó, akkor ma hozzászóltok a témához. Ha hozzászóltok a témához, akkor ma mindent köszönjetek meg, jó? De jó. Igen, tehát így... Amerika majmolás. Amerika majmolás, köszönöm szépen. Igen, én gyűlöm a karácsonyt is. A karácsonyfát remélem nem állít, mert az sem hit hűszítja magyar dolog, úgyhogy ne állítson karácsonyfát senki, igen. Na, oké, nézzük akkor, hogy mit ír az internet, mi a helyzet, sok témánk lesz ma. Ugye idegesítő a legrosszabbkor, legrosszabbul viselkedő családtag. Ez mindig jó téma, mindenkinek szerintem van a családjában egy ember, egy anyuka, egy apuka, egy nagypapa, egy nagymama, egy tesó, egy báty, egy húg, aki tud az kellemetlenül viselkedni egy adott pillanatban. Nem? Ugye? Tehát, hogy akitől előre szorongsz egy kicsit, hogyha elhívod egy vizsgádra, vagy egy iskolai bemutatóra, vagy egy esküvőre, hogy ne viselkedjen kellemetlenül. De minden családban szerintem van egy ilyen típus. És nem azért, mert részeg vagy berúg, hanem mert őtőle úgy fél a többi család. Ugye, Laci bácsi? Ugye, hogy ez minden van ilyen, igen. Azt mondja, hogy egy videó látható, amit fölkapott ugye a TikTok meg az internet, ami arról szól, hogy hogyan lehet egy nagyszerű pillanatot egy családtagnak elrontani. Itt most szó szerint a vőlegénynek tulajdonképpen, mert hogy az újdonsült menyasszonyával sétál az oltárhoz. Ugye mi történik? Ez általában vagy valaki levideózza, vagy elesik, vagy elbénázza, de ugye itt a vőlegényre haragszanak, mert hogy amikor az igent kimondták, utána távoznak a templomból, és a közösségi média felhasználók, hogy a széles körben megosztották a videót, mi szerint észrevették, hogy a vőlegény kifelé menet a templomból, felnyomkodja a telefonját. A tukkó. Nyomkodja a telefonját, miközben kéz a kézben sétál az új feleségével. És hát ugye a Twitterre nyilván föltöltötték 40 milliószor, legalábbis Elon Musk szerint 40 milliószor, ugye hát most az X azt mond, amit akar valójában, de oké, tételezzük fel, hogy akkor Elon Musk nem hazudik, 40 milliószor nézték meg, és azzal kommentálták leginkább, hogy ennek a házasságnak vége, azt látod, hogy a csávó kifele nyomkodja a telefonját, tönkretéve azt a pillanatot, amikor ők ketten üdvözlések, meg rizszórás, mit tudom én, közepette sétálnak ki a templomból. A szegény arra próbálja menteni a helyzetet, ő ugye körbe mosolyog és beszélget, de a csávó gyerekek egy 30 méteren keresztül szépen nyomkodja a telcsit, bámulja a telefont, kikerüli, akik ott állnak mellette. Nagyon korrekt. Nem lehet, hogy már föltettek valami a közösségi médiára egy képet, és akkor azt nézi, hogy mennyire gratulálnak. Nem tudom, de tényleg nem menti meg, azt sem menti meg. Tényleg, tehát ahogy ezt egy végignézed, a nettó érdektelenség a csávon, sétálnak ki, emberünk kezében végig ott van a bal kezébe a telefon, jobb kézzel fogja a csajnak. Egyébként gyönyörű ez a ruha, vagy hát én nem tudom, ilyen hatalmas nagy úszáj, vagy nem tudom, mi van rajta.
itt nyomkodja a telefonját. Tehát, hogy lehet tönkre tenni a legszebb pillanatot, de itt nem a rokon, itt maga a vőlegény teszi tönkre, nem? Igen, egy egészen közel álló személy. Igen, így egy hallgató, hogy lehet, hogy csak a családi státuszát állítsa át házasra, Dani. Jó, de ennyi ideig. Igen, tehát sétálsz ki a leendő vagy az újdonsült feleséged. De mi van az ötödik házassága? Honnan tudjuk? Mi van, ha ezeki már tudod, egy ilyen, jó, meg én végig sétálok. Nem teges már. Állítva, csak próbálom kitalálni, hogy milyen telefont intézel ilyenkor, amikor életed legfontosabb eseményén elvileg sétálsz kifelé, kriptózol, eladsz, vételi sortot állítasz, stopot húzol, írsz az anyádnak, hogy figyelj, tudom, hogy nem szereted, de most már nincs más választás. Mit írsz? Mi az a mondat, amit te ott megírsz, amikor sétálsz ki a feleségeddel, fognod kéne a kezét szerelmesen, jönnek a rokonok, gratulálnak, integetnek, mosolyognak, csávó, leajtod fejjel SMS-et. Ezért csinált egy közös Viber csoportot a haverjainak, és annyit írt. Mentsetek ki. Nem? Ő, hogy a haveroknak írt? Igen, mentsetek ki. Tévedés volt. Figyelj, be egy-egy cukkó a hapsi, ez elvehetetlen ebből a szempontból, tehát ezen a sztorival nem nagyon lehet mit csinálni. Tök mindegy, hogy mit írt, és teljesen mindegy, hogy mit csinált a telefonján, ebben a helyzetben ez megengedhetetlen. Igen, nagyon jó. Gyorsan törölte magát a Tinder. Basszus, ezt elfelejtettem. Az utolsó percig tűzben tartotta a vasat, ez egy jó megoldás. Írjatok, drága hallgatók, egyébként tényleg, tehát a ti családotokban ki az, aki nagyon el tud rontani, akitől előre szorong a család, aki minden családi rendezvényen vállalhatatlanul viselkedik, nagypapa, nagymama, anyuka, apuka, testvér, de nem feltétlenül az ital hatására, hanem mert a temperamentuma miatt ő képtelen valahogy normálisan lehozni. Minden családban van, aki el akarja vinni a bulit, még akkor is, ha az nem az övé. Igen, ugye? Igen, igen. Elutalta a papnak a gázsit, közben jönnek az SMS-ek. A csávó épp a Tinderen meccselt, mert rájött, hogy kell. Hogy kell a kaland ezután is, addig még nem jönnek az SMS-eket, hogy olvasok. A szeretőjének írt, hogy mikor vége. Hogy most még elszaladunk nyászútra szívem, de jövő héten visszajövök, akkor tudunk találkozni. Igen, segítsetek, nagyon kell. Lánom, írja valaki, lehet, hogy ez küldte, igen. Megkapta a HVG értesítést, hogy Novák Katalin lemondott. Úristen, Katika! De tényleg szóval, mit írsz ott? Mi az, ami nem ér rá életed talán egyik legfontosabb sétáján? Tipmixben élőzött, Robi? Van egy fogadásod. Nincs az az életesemény, amit te végig SMS-ezel. Nincs az a barát, az a barátnő, az a feleség, vagy nem tudom, szülő, akivel te irogatsz, miközben a csaj láthatóan nézi, ragyog, sugárzik, nagyon boldog. Ez a Chávez kicsit beleesett a dologba, szerintem tudod, mi lehetett? Kitett egy képet előtte, hogy életünk legszebb pillanata következik, valamelyik social felületére, és arra válaszolgat, vagy azt szívecskézi az összeset, akik ugye így beírnak, hogy jaj, gratulálunk, nagyon szép pár vagytok. Én csak ezt tudom elképzelni, ez is megbocsátható. Aztán a házassági szerződés futját hát a menthető. Igen, hogy marad nálam a vagyom, ha mégis elválok ettől a hárpiától. Igen. Megmagyarázhatatlan büntet egyébként? Persze, megmagyarázhatatlan. Igen. Ha az anyát kórházba fekszik, akkor se. És azt gondolkozom, hogy én mit csináltam így a séta közben, de nekünk nem volt ilyen templomból kisétálás. Pogányok vagyunk, nem esküdünk templomban. Igen, úgy is van. Te azon gondolkoztál, hogy... Nem vonultunk be az Isten szín elé. Hogy nem volt ilyen nagy kiséta, nem volt. Neked a tettete se volt. Hát én meg... Neked még beséta se volt, te puhány. Igen, szavazott a harmadik műsorvezetőre. De nálatok ugye nem volt nagy séta, de azért a polgári esküvő az ott volt a helyszínen, a kastélyos cuccba. Vagy ott volt a polgári esküvő. Na, hát onnan azért csak kijöttetek, nem? Nem tudom, azt már nem emlékszem. Az egészre. De valószínűleg részeg voltam. Igen. Nem, hogy hova ültessük azt a gyönyörű magyaró bokrot, ami sose fog megnőni. Igen. Nem ilyen kívánság lampionokat küldtünk föl. Aha. És akkor átrepült a szomszédba, az kigyulladt a talló. Igen. Tehát, hogy volt egy kis környezetszennyezés. Beszennyezzük a környezetet, és fölégettünk két falut, amikor elengedtünk a kastélyból. De hogy ilyenkor egyébként miért viselkednek így a családtagok? Zavarban vannak, rosszul kompenzálnak, feltűnési viszketesség. Tehát miért van minden családban egy valaki, aki vagy túlkompenzál, vagy elbénázza a dolgot, vagy vállalhatatlanul viselkedik, de szerintem ő nem akar mindig fókuszt. Csak valószínűleg... Ő mindig fókuszt akar. Igen. Az a típusú családtag, aki ilyenkor elrond mondjuk egy ilyet, hogy ő akarja a fókuszt, vagy annyira izgul, annyira
túl zsengi az egészet, hogy egyszerűen ráirányul a figyelem és tönkreteszi. Nem, szerintem ő figyelem hiányos, aki mindent meg akar tenni azért, hogy rávetüljön a dicsfény. Hát hány olyan embert ismerünk, akinek egy sztorit nem tudsz elmondani, mert azonnal azzal jön, hogy jó, de na de velem mi történt? És ugyanez van a családi ünnepségen is, hogy még akár az ünnepeltet, akinek mondjuk diplomaosztója van, vagy születésnapja van, azt is kilököd a nyerekből, mert te magad akarsz a központi ember lenni, és ez bármi áron megteszed. És ehhez még ittasnak se kell lenni. Ehhez nem kell ittasnak lenni, igen. Bokodra mentek, Nász úrra csekkolta a review-kat, köszönöm. A lejárati dátumot kereste a házassági levelén, köszönöm. Műanyag citromfacsalót rendelt a Temúról. Csaba küldte nekünk. Az anyósom minden drámázik, és körülötte forog a világ. Gyomorgörcsöm van tőle, bejelentettük, hogy elkezdjük az esküvőnket szervezni. Ki lettem oktatva, hogy szervezzem meg. Vendéglátós vagyok 10 éve, talán menni fog. Itt az anyós. Itt az anyós az, aki sok. Nálunk anyukám, aki mindig leéget minket, bármilyen hivatalos rendezvényen. Zsani. Mesélj, Zsani, mesélj, kérlek. Konkrét tényeket akarok. Igen, hogy mit csinál. Várjál, most 2 szálon futnak az események. Mit írt a csávó az SMS-ben, és ki a hülye rokon, aki tönkreteszi a rendezvényt? Jó, mind a kettő jó. Tehát dupla témánk van. Igen. Voltos futára egyeztetett, hogy hova hozza vacsorát. Időseknél gyanítom, elkopott az idegrendszerük. Valószínűleg az lehet, hogy az időseknél már egy kicsit, hogy ők zavarják meg a családi rendezvényt. De attól még nem kéne, ha ideg gyenge vagy. A bátyám a közös barátunk esküvője már a bevonuláskor salátarészeg volt, de nála ez teljesen normális. Szóval a teljesen egyedi neki készült zene, vonul be az ifjú fárjára, a bátyám hangos gratulációval, és tapssal ment oda gratulálni. Próbált mindenki szólni neki, hogy de nem értette, mi a baj. Köszönöm szépen, ez milyen kellemetlen. De ez milyen kellemetlen. Se történt az eset, tudod, és te már ez az, bravo! Bravo! És úgy exponálod magad is, hogy kellemetlen vagy közben. És nézd rá a tesót, hogy ne csináld. És ráadásul tudod, mi a ciki az egészben, hogy ez nem neki kellemetlen, hanem az ünnepeltnek. Ugye a testvérének lett ettől a házasság kötése egy ilyen, hát hogy is mondjam, szánalmas cucc. Igen. Ugye? Tehát nem a bátyja égette le magát, hanem az öccsét égette le szegény. Igen. Közben emberünk miről SMS-ezett, nézte a csok pontos felvételének lehetőségét. Tweetelte, hogy a fogadás megnyerve, köcsögök. Kiírta a haveroknak, hogy a fogadás megnyerve, vittem a csajti. Hát vagy a nemzeti konzultáció, írják pára, hogy azért onnan van egy lejárati határidő, csak ki kell tölteni. Igen. Vagy csak megkérdezte a haverokat kívülről, és látszik, hogy állatököm, jó vicc volt. Bitcoin híreket olvas. Szóval nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez egy régebbi kapcsolat lehet, így rájuk nézve, vagy fókuszálva, és itt ez így valahogy ilyen cuki közben ezzel az egésszel. Tehát, nem, hogy ez nem cuki. Nem látom a nőt annyira szűkölni. Tehát, hogy valahogy a pasim van egy ilyen, nézzek, a pasim van egy de nem életunt a pali, tehát hogy közben meg nem... Nagyon mosolyog, nagyon jó kedve van. Szerintem haverok írnak, hogy milyen volt a szertartás. És azt azért úgy gyorsan átfutod. Tehát nem tűnik ilyen nagyon flagmánk. Ez a csávó szereti ezt a csajt szerintem. Tehát, aha, hogy nem az van, hogy én ebből a szerelemből nem nagyon kérnék, ha már az esküvőn is képzeld, de milyen estéjük lesz. A csávó egész nap csak nyomja a telefont. Napbünti érkezett az ügyfélkapura. Oké, na azt akkor megértem. Köszönöm. Köszönöm. Biztos nekünk küldi, hogy Suzuki. Ja, Istenem, anyós pajti is folyton kellemetlenkedik, mikor a kedves fiú megkérte a kezem a ballagásom. Kedves fiú megkérte a kezem a ballagásom, előtte 10 perc is suttogta a fiának, hogy mindenki hallja, hogy de a dobozt vettél a gyűrűhöz, de a dobozt vettél a gyűrűhöz. Igen, az esküvőn túlpörgő anyukák azok elég fárasztóak tudnak lenni. Amikor azt hiszik, hogy az esküvő róluk szól. Igen, nem? Már itt a meglepetés tönkretétele van, meg a jól értesült anyós. Igen. Ja, a parkolás plusz 4 óra. Újra kellett indítani, az is jó. Elindította a parkolást, esik a NASDAQ. Igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, Zsani vagyok. Zsani. Hello, Zsani. Ki a bosszantó vagy idegesítő családtag? Édesanyám. Mit csinál a baba? Édesanyám. Hát ő mondjuk egy iskolai ballagáson a szép csöndben az iskolaigazgató beszéde alatt hangosan megjegyez valamit a beszédre, az igazgató úrra. Nagyon szeretem a mamát. Olyan helyen, ahol mindenki ismeri a másikat. Ja, mert te még iskolás vagy? Hogy? Ja, nem, amikor iskolás voltál? Nem, a lányomnak a tehát ő már a nagymama volt, akkor is a lányomnak a bármilyen, tehát kultúrban föllépett rendezvény ugyanezt, tehát megyek előre, földöntöm az egész sót, mert én előre akarok lenni.
Hát van benne spiritus. Hát igen. Te figyelj, és a Dírire mit mondott? Hogy ez a hülye is miket beszél? Igen, hogy na már megint hazudik. Fúj, de szeretem. És hangosan úgy, hogy ezt mindenki hallja. Igen, és akkor minden szempár rászegeződik. De miért csinálja ezt? Megkérdezted tőle valaha? Vagy ennek mi az oka? Nem tudom, igazából sosem mehetük megkérdezni, mert akkor mi is ki vagyunk osztva. Azt a mindenit. Akkor azért az olyan heves a vérmérséklet, nem? Igen, eléggé. Oké, te mivel foglalkozol egyébként? Mit csinál, Zsani? Én minőségellenőr vagyok a autóiparban, úgyhogy... És akkor, de várjál, de akkor ő a te anyukád, ugye? Persze. Tehát a nagymama, a lányodnak a nagymamája. Igen, a lányomnak a nagymamája, igen. Már te kicsi... a lányok is fölnőttek, úgyhogy... Amikor te kicsi voltál, ezt már nálad is csinálta, vagy ez igen. Idő? Igen. Igen. Tehát ugye a mama állandóan ilyen volt. Igen. És él még? Persze, természetesen. Nagyon jó egészségnek örvend. És innen is kívánom. De akarom, hogy ő már csak egy jó emlék, vagy akkor ő még megy, és még most is csinálja. Igen. Még most is rakoncátlan. Igen. Köszi, Zsani, hogy elmondtad. Puszi, ciao. Köszönöm. Sziasztok, köszönöm. Hello. Nálunk a faterom éppen a koszorús lányt hegesztette a bárpulton. Persze. Már. Ne, persze. Jó, mikor szóltam neki, apa, nem kéne, várj, fiam, mindjárt végzek. Igen, nyilván. Párom anyukája mindig minden túlpörög, hülyeséget beszél, és nem érdekli más, hogy mit mond, nem figyel senkire, csak magára. Nagyon kínos volt, amikor 5 év után se tudja a család tagjaim nevét, annyira nem figyel. Minden eseményen csak a szexről tud beszélni, elviselhetetlen. Mondjuk a neveket. És ez a muter, várjál, ez a párodnak az anyukája. Ez 65 éves nő, csak a szexről beszél, azért az elég kellemetlen. És amikor apát nekem odapidított, kicsim, na hát azért az elég kellemetlen. Ti sírtatok volna. Ott vagytok. Igen, sógorom az énlakzimon az első hitvesi csók után beordított. Ha nem fogod be mindkét lukát, sose fújod fel. Jézusom, de pronyó. Azt a mindenségét neki. Egyedül az anyósom szeret engem, csak ő ellenezte a házasságot a lányával. De már késő, akkor látod, haragudtál érte. Igen. Apánk horkolt az ügyvédnél, miközben felolvastánk anyánk végrendeletét. Jézusom. Azért minden családban van egy ilyen troll, látod? Tehát, hogy igen, Balázs Almai élmény telefonál. Gyerekek, bocsánat, elnézést, ne haragudjatok, ma nem én vagyok a legélesebb kés, de higgyetek el, nagyon koncentrálok. De Zsaninak az anyós menny, lány vonnalt, nem tudtam annyira kibogozni, de igyekeztem egyébként, igen. Na jól van. Hát nem tudtuk meg, hogy kinek írt. Nem tudtuk meg, hogy mi volt. Nagyon jó ötletek jöttek, igen. Nézzétek meg a videót, fönt van az X-en, vagy az egykori Twitteren, hogy mit nem szabad csinálni az esküvőn. Még egy SMS, amire azt mondtuk, hogy nem létező dolog, hogy a koszorús lány és a hegesztés. Komolyan mondom, másnap elváltak a szüleim. Hogy a papa a koszorús lányt hegesztette a fia esküvőjén. Ez igazi, ez olyan a sztori. Mondom, másnap elváltak a szüleim. Ne csináld. Hát én kezdem megszeretni ezt a történetet. Tehát a fiadnak az esküvője van. Az igen. Az ő napja, az róla szól. Az mindent alá kéne tenni, csendben meghúzódni és ünnepelni a gyerekedet, aki megtalálja érte szerelmét. Hát és felfekteted a bárpultra a koszorús. Adát, igen. A fiad feleségének a barátnőjét? Úgy van. Hát aki valószínűleg 30 éve fiatalabb? Ez is igaz. Nagyon szépen festett föl a képet. Ez történt, ők lehet, hogy ott egymásba szerettek, és még csak nem is a fia esküvője a legnagyobb baj, hanem hogy neki van egy felesége. Az is nagyon nagy baj, de képzeld, a koszorús lány mekkora bajba lehet. Nem vett el senki, fater meghegeszti. Tehát ott egy 30 éve fiatalabb lány valószínűleg nagyon nagy bajba van. Nem tudom, mikor volt az esküvés, hány éves volt a koszorús lány. Komoly. Tehát ez micsoda rivalizálás apa és fia között. Ő elvitte a feleséget, de a felesége barátjait meg viszi a papa. Papába azért él a verseny. Megmutatom neked, ne. Fiam. Hívál föl Anna, hát ha elmondja. Ne csináld, ez nem... Hát... Ez az SMS jött. De amikor ott vagy a fiad esküvőjén, nem fogod egy kicsit vissza magad, hogy ez nem rólad szól, nem rontod el? Miért? A jövő héten tudsz találkozni a koszorús lányjal? Nem. Akkor van ott te is, akkor vagy ott összeállt. Minden hat szóljon. Miközben ott a feleséged? Igen, hát vélhetőleg igen. Azért ott történt egy-két. Vele beszéltél? Igen, elmondja. Elmondja? Igen. Van még egy nagyon rövidre időnk, Zsül? Van még? Hát akkor ezt gyorsan mondjam el. Csaj is kell.
Amikor a gratulációkat fogadtuk, a nagymamám üvöltve közölte, hogy vigyázzunk a papírra, mert kell lenni fog válásnál. Megfagyott a levegő. Jaj, de jó, muter, imádom. Nagyon, nagyon, nagyon szeretem. Fater karácsonykor megkérdezte a csajomat, hogy hízott-e, mert most olyan nagy a tokája. Jézus, na. Ex-anyósom a gyerek keresztelője végén, mi még a templomban beszélgettünk a papa, berontott az ajtón és kiabálta közölte, hogy fotózkodtunk, gyertek már ki. Ja, Isten itt neki. A papa megállt az itt. Igen. Karcsi, hello, jó reggelt. Jó reggel, sziasztok. Karcsi, úgy hallottam, nem hittétek el ezt a hihetetlen történetet. Hát figyelj, csak ilyen két mondatban, mert nagyon rohanunk. Tényleg a fater a koszorús lány. Hát igen, mert ugye nekünk sem volt templomi esküvés, egy étteremben volt a vacsora, és akkor hát, hogy ők előre mennek, segítenek ott a kipakolni, meg stb. Stb. És hát kicsit előbb érkezett a mászmenet, vagy hát, hogy mondjam. És én bementem előre, hogy meglepetésemet kicsomagoljam, és akkor éppen volt meglepetés. De úgy, hogy apád, anyád akkor még együtt volt? Természetesen. És a koszorús lány az a nagyjából a feleségeddel egykorú fiatalabb csaj? Igen, a legjobb barátnő. A legjobb barátnője a feleségednek? Tehát, hogy... Így van, és akkor bementem, kicsomagoltam a dolgaimat, fizettem az asztalra, megfordultam, és akkor egymásra néztünk így hárman, tehát a hat tekintet összeakadt, ne és akkor kérdeztem, hogy ez mi is mondta a fater, hogy várjál, mindjárt végzek, és akkor mehet a lakodalom, hát ehetünk, kihatunk, mulathatunk. Csak hát én nem tudtam olyan gyorsan kimenni az ajtó, mint ahogy bejöjjön a többi rész. Jó, hogy ezt akkor mindenki látta. És megjött az anyukád. Nem, így van. És ők meg a bárpulton éppen hát csinálták azt a koszorús lányt. Hát beszélgettek, csak elmélyülve egymásban. Azért a koszorús lány is jó kétségbe lehetett esve egy 30 évvel idősebb fószorra jön össze. Azért ott mondta, hogy az utolsó esély. Tűzoltásra moslék is jó, azt szokták mondani, nem? Figyelj csak, mert ő közöttük volt kapcsolat korábban? Nem, ez ilyen szerelem. Okay. És anyád ott beadta a vállópert, mondta, hogy köszi elég. Nem, aznap azért édesem tisztelettel volt az én nagynapomra, és akkor másnap. Azt mondta, hogy jó, a fater együtt van még a koszorús lánya? Szerinted? Ez nem. Hát mit tudod? Ez nem azt mondom, hogy szerelem első napja volt, az a hirtelen felindult lendület, de én Karcsi. Azt mondom, hogy nem voltam ott az ő esküvőjükön. Karcsi, nagyon sajnálom, hogy mennünk kell, de akkor ez egy emlékezetes esküvő volt, belehúztatok. Én papa. Megmondom, hogy ez papa rendesen elrendezte dolgot, igen, nagyon ügyes volt. Papa az év embere. Nem mindenki így nyilatkozott, de volt, aki tapsolt, azért maradjunk annyiba, hogy van, aki felvette ezt a vicc fordulatot csak a háttérből, hogy azt a minden. Igen. Utána azért a mennyasszonytánc már kicsit darabos, de jó. Menjünk el, nagyon köszi, vigyázz magadra. Sziasztok. Ciao. Fél nyolcan jövünk mindjárt a hírek után. Tudom. Tudom. Rendben van, igen, értem, tudom. Higgyétek el, nem felejtettem el. Nem felejtettem el, és meg lesz, amit ígértem. Mert egyszer majd. Egyszer, de most... Van egy lebeszélt interjúnk, illetve több is a mai napon, úgyhogy haladunk el. De nincs ma ez elfelejtve, pillanat, türelem, nyugalom, értem. Mondjuk azt, hogy DJ Oti még alszik. Nem, fönt van. Fönt van, mert az alszikok az megint azért, hogy linkelt. Nem tudom, hogy mit ígértem hatkor, hogy 7:30 után lesz egy. Csak mennünk kell, mert sűrű egy picit most minden, de belefér majd. Akkor egy. Tudod, hogy kilenctől. Jó, lesz egy, ma megígértem. Egy finomat beízítunk, jó? Csak van egy lebeszélt interjúnk. Időjárásunk, Ferenc? Jó idő van. Napsütés, 10 fok lesz délután. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója, a Szent Györgyi Albert C-vitamin gyártója, a Goodwill Pharma. Na, hogy mi a naphallgatója lettem? Köszönöm. Igen. Egy apró kis sportsiker, csak néhány mondatot beszélünk róla, mert tényleg jó. Én nem nagyon értek hozzá, de nagyon örültem neki. Junior világbajnok lett és profivá vált. Egy 17 éves magyar kisrác snookerben. Jól mondom, snooker? Hát a sportot jól mondod, hogy snooker, de most azért megleptél, mert ez nem a mi sportunk. Az nem a mi sportunk, igen. 17 éves a kisrác, Révész Bulcsúról van szó, ugye? És 5-3-ra legyőzte a kínai kis Kong Chen. Hát a kis Kong Chen. Kong Chen, ügyes gyerek egyébként. Én figyeltem a pályafutását Kong Chennek, de itt most megcsúszott. Azért ebben Kong Chen, Kong Chen elhasalt egy picit, igen. És hát az van, hogy ugye ez egy albániai junior snooker világbajnokság volt, és ez a sportág történetének első magyar korosztályos világbajnoka lett. Úgy, hogy az az O'Sullivan, aki azért az híres nagyon. O'Sullivan úr, igen. O'Sullivan ráborul az asztal, és úgy látod, civil nem nagyon láttad őt soha, csak snooker aztán mögött. Videóüzenetben gratulált Bulcsúnak, hogy borzasztóan tehetséges a kisrác. Azért ez egy nagy dolog. Ez egy nagy mennyit dolog. Mennyit kell ehhez edzeni?
te snookereztél már? Nem tudok snookerezni. Soha nem oda mentem. Rexeztem, meg biliárdoztam ilyen balatoni régészet üdülőkben, mikor... És az sem ment. És az sem ment nagyon, igen. Még a biliárdgolyókat sem tudom pontosan, hogy kell felrakni. 12 évesen, nekem így magyarázták, hogy ha most fejét... már 17-12 évesen már ugye a snookerbajnokságon ja, ment. Igen. Igen, hogy merről kell megütni, akkor az a golyó hogy üti meg a másikat. Figyelj, ott olyan koncentrálás van 17 éves korodra ezt így összerakni. Szép. Igen. Sullivan véged van. Sullivan véged, úgyhogy gyorsan azért erről beszélünk egy fél mondatot. Bulcsú itt van velünk. Hello Bulcsú, jó reggel, ciao. Hello, jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hello, gratulálunk Bulcsú. 17 hát, jól vagyunk. Köszönöm szépen, nagyon kedvesek vagytok. Te hányadikos vagy most Bulcsú? Fú, 11-es. Azt mondja, fú, nem tudom. Figyelj, és az ember junior snooker világbajnokként azért megnyomja az iskolát ezerrel? Otthonról tanulok egy online iskolában, szóval nem járok be suliba helyileg, hanem otthonról elvégzem a feladatokat. De mindenképpen meg szeretném csinálni még azért érettségit, azért ez nagyon hasznos, egy fontos háttér a snooker mellett, aminek azért lennie kell. De akkor úgy, a snooker a jövő, tehát ez most már biztos, ugye, ha ideig... Egyértelműen, persze, kérdések nélkül. Aha. Ez mit jelent, hogy az ember junior világbajnok lát? Ez azt jelenti, hogy a felnőtt mezőnyben indulhatsz nem sokára? Nem, hát azt jelenti, hogy junior világbajnok lettem, hogy megszereztem a profi tagságot a következő két évre, tehát a következő két évben a profik között a világ 130 legjobb játékosa között versenyezhetek. És igazából felnőtt versenyeken, amatőr felnőtt versenyeken eddig is elindulhattam. Tehát ott, igazából oda csak be kell nevezni, nincsen semmi különös. Úgyhogy az a lényeg, hogy ott vagyok a profik között a következő két évben, ahol az lesz a cél, hogy a világ, hogy mondjam, a legjobb 130 játékos közül bekerüljek a legjobb 64-be. Wow. Ez nem egy könnyű feladat, de... De hát igyekezni fogok. És ha ez megtörténik, hogy 64-be vagy, akkor mi van? Akkor mehetsz megint újabb két évre szabadkártyásként? Pontosan, akkor maradhatok. Hogyha nem, hogyha akár csak 65-dik vagyok, ami azért eléggé rossz lenne, pont 65-nek lenni, de mindegy, akkor visszakerülök az amatőrök közé, és megint be kell kvalifikálnom. Aha. Így működik a rendszer. Hány éves korod óta csinálod, Bulcsú? 8 éves korom volt, 2015 augusztusa. Akkor kezdődött minden. Mi volt augusztusban? Nyaralni voltatok, és találtál egy snookerasztalt, esett az eső, nem tudtatok kirándulni, menni, meg napozni, így aztán snookereztél, vagy mi? Nem, ezt még sokkal korábban láttam egyébként a tévében a snookert, mint játékot, és valahogy 2015 augusztusában jutottam el először oda, hogy elkezdtem úgy, akkor kezdtem igazán játszani, tehát korábban is egyszer-egyszer már kipróbáltam, de 2015 augusztusa volt az, amikor először találkoztam az edzőmmel, Varga Péterrel, és akkor kezdtem el úgy igazán keményen. Amikor apádat elverted először, az egy biztos fontos momentum volt, nem? Amikor a gyerek először egy sportba leveri az apját, akkor jössz rá, hogy a gyerek jobb, mint te, és valószínűleg jobb is lesz, azért az nagyon menő. Figyelj, mennyit edzel egy nap? Fú, napi 6 órát. 6 órát. 6 órát. Minden. Uh-huh. Azért a magyar lecke nem marad el, ugye? Na, jó, azért gyúrunk a matekra. Azért igyekszem. Van, hogy elmarad, de azért igyekszem. Uh-huh. Figyelj, és az osztályban ő gratulált neked, fölhívott tényleg? Tehát, hogy állítólag csinálj videótelefon. Ne csinálj. Küldött egy 10-20 másodperces videóüzenetet. Aha. Ő volt az ugye, ez a Ronnie O'Sullivan, aki egyszer fingott, miközben fölfekült a snooker asztalra, és aztán rákente a bíróra. Az megvan az a sztori? Tedd már be! Borzasztó. Valami ilyesmi történt, igen. Igen, a világ legjobb... Igen, a legjobb snookeres, a felfekült az asztalra, bűdületesen nagyot fingott, majd rámutatott a bíróra. Rákente. Majd mindjárt megnézzük ezt a videót. Nagyon nagy sztori. 2020-21-ben történt. Jó, a világ gyerekek, legjobbja. A világ legjobbja. Valahogy úgy volt, 2021-ig. Igen. Mosolygott egy nagyot, majd sejtelmesen ránézett a bíróra, hogy nagyon nagy forma. Nagyon nagy forma. Figyelj, és mit mondott a videóban? Gratulált, egy ilyen sima hivatalos volt, vagy valami személyesen? Személyesen mondta, hogy nagyon, nagyon gratulál, fantasztikus teljesítmény is, hogyha találkozunk, játszunk a profi között, akkor csak lazán.
Tehát valami ilyesmit, hogy, hogy ne verjen meg nagyon, valami ilyesmi, ilyen nagyon, nagyon lazám, jó hangulatú. Találkoztunk már korábban, úgyhogy... Igen, tehát ő olyan, mint a teniszben a Federer, vagy tényleg a golfban a Tiger Woods, tehát a sportág legnagyobbja. Írja valaki, igen, nekem erős a fingás jut eszem, most mit csinálják a fölfeküdő asztalra, és rákente a bíróra? Hát szerintem óriási csávó, a humor szintjét imádom, hogy szerintem felfeküdni egy stunker döntő, vagy valahol az asztalra, vagy rákenni a bíróra, szerintem igazán jó fejség. Van a szabálykönyvben egyébként ilyen, hogy tilos pukizni? Hát, nincsen, ez csak ilyen normál etikett, tehát nincsen az, hogy hiba négy ellenfél jön, hogyha igen, ha valami kicsúszik, akkor jön a másik. Azért ez nagy dolog, tehát a Nadal finga negyet, majd ránézne a vezetőbíróra, szóval azért ilyet ritkán csinálunk, és hogy 50 éves, ő a világ legjobbja, millió fontot keres, és óriási humora van. Igen. Búcsú, nagyon gratulálunk neked, szerettünk volna tényleg megemlíteni és beemelni ide hozzánk egy kicsit, beszélni róla, a hírét vinni ennek, ez egy baromi nagy dolog, gratulálunk. Egyáltalán nem értünk a snookerhez, nem is kérdezünk szabályokról, mert nagyon elvesznénk benne, de hogy 17 évesen te ott vagy, és ott leszel a világ legjobbjai között egy olyan sportágban, amit még csak nem is nagyon ismernek Magyarországon, nem hogy magyar részvevője legyen, ez óriási, úgyhogy gratulálunk neked, a családnak, apukának, az eltört dákóknak, emlékére. Idegességében széttört. Igen, úgyhogy tényleg nagyon menő. Nagyon köszönöm. Nagyon menő nagyon vagy. Nagyon köszönöm. Nem, végig egy ilyen kimenő kérdés, a lecsó jó a végén? Tényleg, mi a lecsó a junior VB? Mi a lóvé? A lóvé? Fú, most 6000 euró volt az első díj, plusz a legmagasabb break is az enyém volt, 130-tal, úgyhogy az még plusz 400. Breaken nektek is kell? Igen, az milyen fura ez a snooker, kis helikopterezni. Az ja, nem sok, azért az Ószálivel megkeresett már 130 vagy 150 millió fontot nektek, meg 8000-rel kiszúrják a szemeteket, ez nem olyan sok. Hát, tehát... Azt mondja, mindegy is apád úgyis eltette. Igen. Búcsú, gratulálunk, remélem hallunk még rólad, vigyázz magadra. Jó? Tök menő. Oké, ti is. Ciao. Hallani fogtok, igyekszem. Drukkolunk, nagyon klassz. Ciao, szia. Tedd lukra magad, haver. Hello. Tényleg 17 éves ott lenni a legnagyobbak között. És ráadásul nem vagyunk azért egy snookerező nép, nem? Minden más eszedbe jut, hogy milyen sportot szeretünk mi, meg mibe vagyunk jók, de a snooker nem. Igen, azért az abszolút, igen. És igen, Bulcsánk szponzorok lesz, szükség egy utazni tudjon, szóval tök, hogy beszéltek, akkor a hátra lesz érdeklődő. Igen, hát ugye ez egy oltáli drága sport, ráadásul nincs támogatás. Ugye itt arról szól, hogy a teniszezők is egyébként maguk fizetik a költségeit, nyilván azért ott a top 100 nagyon meg van fizetve, de hogy szállodázol, dákókat feladhasd a repülőn, vidd magaddal, az utazás, az edző, tehát ez egy óriási összeg. Igen. Na, hát, ha valaki jelentkezik, de tök jó. Majd, és hogyha bekerül a 64-be, akkor már nyilván nem kell majd a sportot. Hallatszik, hogy fingik, megnézzük. Hát persze, a lényeg. Fölfekszik az asztalra. Hopp! Hallottad? Mekkora genyó! Hogy néz! Oldalra kinéz és elmond... Igazi rohadék! Osolyogja magát! Igazi rohadék! És ránéz a bíróra! There's a very unfortunate noise there. Igen, I don't know who it's from. I've got my suspicions. Igen, de szemét! Igen, pukizik egyet és ránéz a vezető bíróra. De tudod, hogy azért ez nagyon komoly humor? Ez egy komoly intelligenciára van. Mi odafingani egy ilyen meccsen? Nem már! Szerintem meg pont nem a játék. Nem mondhatod ezt, ez nem intelligencia. Szerintem nagy, tudod miért? De igen, de tudod miért? Hogy egy ekkora játékos vagy, egy ilyen brand vagy, hogy és megengeded, mosolyogsz egyet, ránézel a bíróra, és egy nagyon gyerekes poén végén, tehát, hogy nem veszed az egészet annyira komolyan. Pukizod, és ránézel a bíróra. Érted, hogy ebben van egy idézőjel, ebben nem a fingás a lényeg, hanem hogy a csávó az egészet egy kicsit idézőjelbe. Tehát, hogy igen, oké, én is ember vagyok, a világ legnagyobbja. De mindenki de akkor nem azt mondanád, hogy bocs, gyerekek, én is ember vagyok. Nem egy cinkosodod a kacsit. Hát most itt lenne a Jani, vagy itt én csinálnám, és rád nem néznék rád szerinted? Vagy lennék valami díjátadón? Hát szerinted nem kenném rád? Még föl is üvöltenék, hogy Feri! Na de kérlek! Feri! Anna! Nem mondd, hogy nem sütöd el. Snooker meccs, ahol mindenki csöndben van, és tökre figyeli azt, hogy mi fog történni, érted? Koncentrálnak. Hát ez meg oda fingik. Na. Na jó van. Ja, búcsulnak nagyon. Drukkolunk, ha vannak szponzorok, akkor jelentkezzenek. Jó?
Mi pedig akkor hallunk megyünk. Még róla. Hallunk még róla, természetesen. Az 5. kerület Bátori Honvéd utcánál, az Aldinál egy kutyus sétálgat, hát ha valaki keresi, vigyázzatok, és a Hősök terén baleset van most. Jó, 0-3-111-111 az SMS számunk, 8 perc múlva pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 3 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello! Drága hallgatók! És már is folytatjuk. Eszter ma nincsen, ugye mondtuk, hogy van, amikor lesz, van, amikor nem, fellép, elmegy, azért ő próbál ebbe beilleszkedni, lesz majd Gyuli is. Lesz, amikor ketten leszünk, tehát innen napnak most egy kicsit más az energiája, más a hangulata, de ezt ugye megállapítottuk mikor rá reggel, hogy kifejezetten szeretjük egyébként ezt a dolgot, hol ketten, hol Julival, hol Eszterrel is sokat, tehát hogy minden nap egy kicsit más, az ember úgy föl kell, kinéz olyan, mint vagyunk most, mint az időjárás. Megnézed, milyen nap a csajos napunk van, jó, de jó. Ma? Ja, azt hittem, nem, az... holnap. Igen. Ja, nekünk egy csaj mindig van a csapatban, gyerekek. Egy csaj mindig van a csapatban. Úgyhogy... Kell az érzékeny lélek. Igen, igen, igen. Na, és hát egy komolyabb témával megyünk tovább, hát mindenki nyilván erről beszél, és fontos is erről beszélni az elmúlt napok eseményeiről, szeretnénk egy kicsit mi is megvilágítani és beszélni róla, leginkább egyébként a gyerekekről és a gyerekek védelméről. Ugye biztos mindenki hallotta, hát aki itt él, lakik, olvassa a híreket, azt tudja, hogy mi történt. Ugye a bicskei pedofil botrány kapcsán Novák Katalin Varga Judit ugye lemondott, és hát egészen megdöbbentő dolgok derültek ki a köztársasági kegyelemről és a kegyelembe részesültekről. Hát ugye kérdések... derültek volna, mert még nem derült ki minden. Így van, kérdések még ugye mindig vannak, nem tudjuk, hogy pontosan milyen indítékból, kinek a hatására, miért kellett egy pedofil segítő embert köztársasági kegyelemben részesíteni. És aztán olvasom, látom itt a belpolitikai vihart, ami ebből keveredett, csak azt is látom, vagy látjuk közben, hogy mintha a legfontosabb dolog sikkadna el egy kicsit, az pedig az, hogy valójában kitörődik azokkal a gyerekekkel, akik minden nap veszélyben vannak. Mert hogy nyilván ebből most baromi sokan politikai tőkét akarnak kovácsolni, de hogy közben meg azért azt tudjuk, hogy egy rendszer szintű problémáról van szó, rengeteg gyerek érintett, borzasztó a hiányosság van a gondolkodásban is, hogy ezek a gyerekek, ezek hogy kerülhetnek pedofil bűnöző közelében, hogy ki az, aki segít, hogy hány gyerek lehet veszélyeztetett, hogy milyen jogszabályi változtatásokra lenne szükség, hogy ez ne történhessen meg, hogy ki vigyáz ezekre a gyerekekre. Egyáltalán vigyáz valaki ezekre a gyerekekre. Nincsenek szülők, akiktől segítséget kérhetnek, kiszolgáltatott gyerekekről van szó. Ki szolgálja, ki védi a gyerekeket, ki nézi az ő érdekeiket. Szóval egy rengeteg kérdés, és azt hiszem, hogy ez az egész ügy, ez leginkább a gyermekek oldaláról kell megközelíteni, és azon dolgozni mindenkinek, hogy törvénymódosítással, jogszabálymódosítással minél nagyobb védelemben lehessen őket részesíteni. De nem tudjuk az adatokat, nem tudjuk, hogy hány gyerek veszélyeztetett, nem tudjuk, hogy hány gyerekről derülhet ki, vagy derült ki, hogy abuzálták, hogy körülbelül mik a számok, hogy hány gyerekre jut egy valaki, aki esetleg az adott körzetben, városban, kisebb faluban elmondhatják neki, és meg tudja őket védeni, vagy legalábbis beszámolhatnak róla, hány azt gyerek lehet a rendszerben. Fordulni. Hogy kihez tudsz fordulni, így van. Tehát, hogy azt érezzük, és azt látjuk, hogy nincs a dologban nagyon előrelépés. Körülbelüli számot tudunk, bocsánat, ez egy olyan 300 ezer gyerek, aki érintett ebben, és ugye itt jön most a különválasztás része, mert az egész botrány, ami kipattant, az gyakorlatilag azért mélységesen bántó, mert egy olyan gyermekcsoportot érint, akinél senki nincs, aki odaállt volna, mert egy családon belül, és sajnos képzeljétek el, hogy családon belül is működik ez a dolog, ott legalább az van, hogyha mondjuk kívülről érkezik az abuzáló, akkor apuka oda megy és szájba veri. Szélsőséges példát mondtam, de van védelem. Ez az eset azért különösen veszélyes, és azért különösen felháborító, mert itt olyan gyerekekkel történt meg az, ami történt, akinek senkije nincs, aki oda ment volna. Ez ezért a legalja. De egyébként beszélni kell arról is, hogy sajnos családon belül is történnek ilyen dolgok, amikor az egész család hallgat, amikor a gyerek egy életre megnyomorodik, amikor nem tud utána hova menni, és amikor végre elérkezik az a pillanat, hogy beszélhet róla, akkor a közvélemény, a társadalom még mindig az áldozat hibáztatásáról beszél, hogy mert biztos a gyerek. Igen, ugye ez egy rendszer szintű változás kell, hogy történjen, ez egészen biztos. Teret kapjanak az
esetek, a felülvizsgálatok, legyen egy független átvilágítást végző ellenőrzés, egy bizottság, egy jogszabály, tehát bármi, ami segíti egyrészt az, hogy az ügyek azok kiderüljenek, kettő, ellehetetlenüljenek azok, akik mondjuk ilyen gyermekintézményekben dolgoznak, és bármikor is a gyerekek közelébe kerülhessenek, illetve egy olyan jogszabályi védelem nyilván, ami a gyerekeket védi, és ad egy független, közvetlenül a gyerekek által elérhető felügyeleti szervet. Nem tudom pontosan ennek a megoldását, de azért nagy szakemberek foglalkoznak ezzel, hogy ugye rengeteg a bicskei ügyhöz hasonló eset tűnik el nyomtalanul, és borzasztó nagy krízisben van önmagában a gyermekvédelem. Szóval, hogy súlyos erőforrás hiányok a gyermekotthonokban, a nevelőszülői ellátásban, már nyilván az alapellátásban is, tehát rendszer szintű problémáról van szó. Ahhoz, hogy egy ilyen ne történjen meg, ahhoz mondjuk az anyagi kérdés. Hogyne? Tehát például olyan településeken, ahol rászoruló családok élnek, egyszerűen nincs szakember, nincs megfizetve, nincs odarakva, nincs olyan szakember, aki érdemben tudna segíteni. 100 kilométert nem utazol el. Köken belül. Például ebben az esetben, amiről most mindenki tud és beszél, ott nem volt egyetlen egy ember, akinek a lelkiismerete azt mondta volna, hogy gyerekek. Nem konkrétan erről az ügyről, kicsit távolabb megfogalmaz először. Az ügyet így pontosan nem is sem, hogy ki volt ott, hogy mit csinált az igazgató helyettes. Látjuk, olvassuk, ez borzasztó. De hogyha magát a rendszer szintű problémát nézed, akkor igen, ez egy ráfordítható összeg, amit többet kellene gyermekvédelemre, a családjogra elköltenie a kormánynak azért, hogy több forrás biztosítson. Ha van forrás, van szakember, ha van szakember, van ügy, ha van ügy, van felderítés. Tehát hogy ez, azért mondom, hogy ez egy rendszer szintű probléma. Az igen, mert abban egyetértünk, hogy ez mindenütt jelen van. Én nem csak az intézeti gyerekekről beszélek, bocsánat, a nélkülöző gyerekekre, a súlyos helyzetben, a mély szegénységben élőkre, akik egész egyszerűen nem tudnak hova fordulni, mert 50 km-es körzetben még csak egy szakember sincs, akivel plusz tudnának nem beszélni. Tudja. Igen, nem ismer. És nem ismer, és nem is tud, igen. Szóval, hogy nyilván itt egy gondolkodásnak, és a gondolkodás hiánya a jellemző, hogy nem csak hangoztatok valamit, hanem valóban anyagi erőforrásokat fordítok arra, hogy ezek az ügyek kiderülnek, de ezek anyagi forrásba is kerülnek. Ezek rá kell fordítani, hogy megszülessen a valódi gyermekvédelem, a gyermekjogi egyezmények, a gyermekvédelem, a gyámügyi igazgatóságról szóló törvény megváltoztatásával valami tényleg történjen. Ha ezzel indul, és ilyen irányba megy, szerintem az egy nagyon jó. Tökéletes. Szóval, hogy borzasztó ezt tudni, de hogy közben alapdolgokat nem tudunk. Hány gyerek van így a rendszerben? Hány gyerek lehet úgy bajba, hogy senki nem beszél róluk? Hány gyereket abuzálhattak, hogy soha nem derül ki? Szóval, hogy nagyon, nagyon sok adat van, amit azt hiszem, hogy fogalmunk sincs. Amikor kihullik egy ilyen eset, vagy ez megtörténik, akkor mindenki száját átváló, hogy úristen, ez megtörténhet. Hány éve történhetnek rendszer szintű visszaélések? Mióta van ez? Hány gyerek esetet? Hány néma gyerek, akiknek nem hallod a hangját, a sírását, mert egész egyszerűen nem tudnak kihez fordulni. Szóval, hogy itt egy nagyon nagy változtatásra van szükség. De én egy picit azt gondolom, hogy alapvetésként az kéne, hogy megjelenjen az emberi agyakban, hogy ez nem jó, nem hogy nem jó, ez szörnyű, amit ezek az emberek csinálnak. Hogyha a társadalom egy picit már így állna hozzá, az talán visszafogó erő lenne, érted? Tehát abban tökre igazad van, hogy rendszer szinten rendet kéne tenni, új törvénykezés kellene, szigorú büntetés kellene, nem lehetne kibújni alóla, kellene egy gyerekvédelem, ahova a gyerekek tényleg mernek fordulni, de az alapvetés az lenne, hogy a társadalom végre azt mondja, mint amit most reméljük majd nagyon sokan mondanak, hogy ez a megbocsáthatatlan bűn kategória. Ma családon belül is vannak olyanok, akik akár megfélemlítésből, akár tudatlanságból, de azt gondolják, hogy az normális dolog. Igen, csak azt gondolom, hogyha te azt hangoztatod, hogy a bicskei igazgató és az őt segítő nem tudom, igazgató helyettes az megbocsáthatatlan bűn, ezzel nem világítasz rá valódi problémára. Tehát a valódi problémára úgy tudsz rávilágítani, hogy azt kezded el hangsúlyozni, hogy változások legyenek. Tehát van a bicskei gyermek pedofilia botrány, ami érzékeny érinti a kormányt és a politikát, rendben van, de nem csak azt hangoztathatod, hogy azt kell hangoztatnod, hogy ki adott kegyelmet és miért, és még mindig nem tudjuk az indítékot, hanem azt mondjuk, hogy a gyermek védelmi törvény, amit 97-ben megfogalmaztak, azokat tessék betartani, sőt változtatni rajta, ami onnan indul, hogy ebben az intézményben sok tucattal több gyerek volt, mint amennyi elvileg lehet. Tehát itt 20 éve rendszer szintű problémáról van szó a bicskei intézményben, mert lehet ott 100 gyerek, és ott volt mondjuk 200 vagy 250. Már nem tudsz rá figyelni, már ha ott van egy szexuális ragadozó, egy pedofil, az már tud elkövetni, úgyhogy se kontrollja nincsen, se ember, mert hogy egész egyszerűen nem tudsz ennyi gyerekkel ott együtt lenni. Visszaélés ad okot. Tehát ez innen indul, hogy mit keres
keres ott 200 gyerek, mikor ott 80 gyerek lehetne. Miért? Mert nincs rá pénz, nincs intézmény, nincs szakember, nincs rá fordítva anyagi dolog. Tehát, hogy nem szabadna, hogy ez az ügy elmenjen amellett, amit a valódi kérdés. És a valódi kérdés az nem csak az, hogy ki és milyen motivációval adott kegyelmet, igen, fontos, hogy miért van az, hogy ha te köztársaság elnök vagy, akkor valamilyen presszió hatására te egyébként felmentesz egy pedofil bűnözőt. Ki volt a kérő? Mi az indíték? Miért? Erre magyarázatot kell kapnunk, igen. De közben azt kell súlykolni, hogy változtatások legyenek. Egyet súlykolunk, de abszolút én bele sem hoztam ebbe nem, a dologba. Igen. A köztességi elnök asszony meg, hogy ki kért kegyelmi kérvényt, ki nyomta ezt meg. De ez most szerintem egy tök külön téma. Ott szeretnék én is tisztán látni, és az egész Magyarország szeretne abban az ügyben tisztán látni. Az alapprobléma az. Én azt próbálom meg súlykolni, hogyha egy ilyen otthonban lett volna egy olyan ember, aki erre azt mondja, hogy hát álljunk már meg, mi zajlik itt, akkor talán egy picit beljebb lennénk. A törvényi szabályzás, az egésznek a rendbetétele, az kötelező lenne. Nincs meg, egy 90-es években született törvény, az 2024-ben nem működik. Igen. Nem jó. Tehát nem a politikai tőkét kell ebből most kovácsolni, hanem azt kell mondani, hogy az állam kötelezettsége számon kérhető, ha egy gyerek szükséget szenved valamiben, pláne ha állami gondozásban él, akkor ez nem merülhet föl, hogy neki szükséget kelljen szenvedni bármiben. És ezért van szükség változtatásra. Aki ebből politikai tőkét kovács, az megint csak maga hasznára elmegy a lényeg mellett, és nagyon sokan mennek ebben az ügyben, ebben az irányban, sajnos azt látom. Itt most a gyerek holott a gyerekekről lenne szó, és a jogszabályváltoztatásokról, és a valódi gyermekvédelemről. De mindjárt megkérdezzük erről Gyurko Szilvit, aki itt van velünk. Hello Szilvi, jó reggel, ciao. Jó reggelt. Köszönjük, hogy itt vagy, tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy. Nézzünk gyorsan egy-két számadatot, ugye itt a bicskei botrány, hát ha lehet, hogy tanulságiról beszélünk, hogy a rendszer valójában nem a gyerekeket védte, és számomra ez a legnagyobb döbbenet és tanulság, hogy leginkább ezen kell változtatni, hogy ne lehessen következmények nélkül egyrészt bántalmazni, kettő, hogy egyáltalán tényleg ne történhessen. Meg azt tudjuk, hogy nagyjából hány gyerek van a rendszerben, aki ki lehet téve mondjuk egy ilyen igazgatónak, vagy abuzálásnak, vagy pedofíliának? Te állami gondoskodásban nagyságrendileg 21-22 ezer gyerek él, közülük olyan 14 ezer nagyságrendileg nevelőszülőknél, a többiek pedig gyerekotthonokban, lakásotthonokban. Sajnos, amiről el is kezdtek beszélni, hogy hát igen, a 97-es gyerekvédelmi törvény elfogadása óta soha nem álltak rendelkezésre azok az anyagi tárgyi személyi erőforrások, amik valódi végrehajtáshoz szükségesek lettek volna. Ezek oda vezetnek, hogy hiába 2016-ban be kellett volna zárni a csecsemő otthonokat, de még mindig több száz kisbaba újszülött él csecsemő otthonban, a helyet, hogy családi körülmények között lenne, sokkal több nevelőszülőre lenne szükség, de az sincsen. Van egy nagyon erőltetett nevelőszülői toborzás, aminek a keretében nem biztos, hogy alkalmas emberekhez kerülnek gyerekek, tehát egész egyszerűen van egy olyan helyzet, ami anyagilag, emberi erőforrás tekintve, férőhely tekintve borzasztóan kifeszített állapotban van igazából évtizedek óta, és az a probléma, ami most előállt, amiről hál' Istennek ti is nagyon sokan elkezdtetek beszélni, hogy gyakorlatilag egy keszthely méretű várost föl lehetne tölteni azokkal a gyerekekkel, akik már itt vannak, itt születnek, közöttünk élnek, és akiknek az életesélyeit nagyon meghatározza az, hogy mennyire jól tudunk róluk gondoskodni az állami rendszerekben, de ennél sokkal nagyobb munkája van a gyerekvédelemnek. Tehát 1,6 millió gyerek él Magyarországon, a gyerekvédelmi rendszer minden gyerekért felelősséget vállal, a védőnöktől kezdve családsegítő, gyerekjóléti szolgálat, szociális segítők az iskolákban, iskolapszichológusok, óvodapszichológusok, ők mind-mind egy olyan jelzőrendszernek a részei, akiknek szemük kell, hogy legyen, hogy észrevegyék, hogy egy gyereket bántanak, fülük arra, hogy meghallják, hogyha egy gyerek panaszkodik és elmondja, hogyha valami baj van. Hogyha ezeken a pontokon hiányoznak a szakemberek, hogyha ők fáradtak, túlterheltek, nincsenek elegen, vagy olyanokat vesznek fel a pozíciókba, akik valójában nem megfelelően képzettek, akkor nem csak a gyerek otthonokban, hanem a családokban, a ti szomszédotokban, a szomszéd utcában is éveken keresztül folyhatnak gyerekekkel szemben szexuális, fizikai, érzelmi bántalmazások, gyakorlatilag következmények nélkül. Hát hogy nincs itt, ugye mindenki ugye nyilván az ügy kapcsán, a bicskei ügy kapcsán a pedofiliára és az abúzusra szűkíti, de azért itt beszélünk a súlyos lelki, fizikai bántalmazásokról, a szexuális bántalmazást elszenvedett gyerekekről, a terápiás segítség nélkül maradt gyerekekről, aztán a később magatartási és tanulási problémákkal küzdő gyerekekről, akik aztán szintén elkövetővé válnak idősebben a fiatalabb társaik ellen, szóval az ügy az borzasztó komplex és nagyon összetett. Mi az a szám, ami segítene? Hány szakember hiányzik szerinted most az ellátórendszerből?
ebből van erre egy exakt mutatás, hogy nagyjából 5-10 ezer jól fizetett szakember azért nagyban előre mozdíthatná a gyermekvédelmet és segítene? Hát 2022-es a legfrissebb számunk, az azt mondja, hogy a gyerekvédelem alapellátásában, tehát a még a családjukban élő, de veszélyeztetett gyerekek körül minden tizedik szakember hiányzik, a szakellátásban, gyerekotthonokban, nevelőszülőkből minden hetedik szakember hiányzik. Ehhez kell még hozzávenni a pedagógiai szakszolgálatok munkaerőhiányát is, azt is, hogy gyakorlatilag vannak olyan régiók és körzetek, ahol nagyon sok szakember nincs, tehát hogy ha egy térképre teszed azt, hogy hol nincs házi orvos, hol nincs szociális munkás, hol nincs iskolai szociális segítő, hol nincs pszichológus, akkor azt látod, hogy Magyarországnak vannak olyan régiói, vannak olyan települései, amik egyre sötétebbek, már hogy ahol semmilyen szakember nincsen, ott aztán tényleg nagyon magára tud maradni egy gyerek egy bántalmazás történetével, mert azt soha ne felejtsük el, hogy azért beszélünk ezeken a pontokon a szakemberekről, mert hogy ha valaki kiszolgáltatott egy rendszerben, akkor az a gyerek, és a gyerekek többségét olyanok bántalmazzák, nem vadidegenek, hanem olyan emberek, akikben megbíznak. Persze. Saját család és bizalmi felnőttek, tanárok, edzők, kísérők, támaszok, akik ki is építenek, ugye, főleg, hogyha szexuális abúzusról beszélünk, ennek a bántalmazási formának az egyik legaljasabb természetvonása, az, hogy nem vadidegenek fizikai kényszerítéssel küldik be a gyerekeket ebbe a helyzetbe, hanem egész egyszerűen egy bizalmi viszonnyal való visszaélés történik, amiben a gyerekben összekavarodik, hogy valaki, aki tegnap még segített nekem, gondoskodott rólam, figyelt rám, az ma azt kéri tőlem, hogy toljam le a bugyimat, vagy dolgokat tegyek, amit egyébként nem szeretnék megtenni. Tehát ezért is vannak súlyos, akár felnőtt korig ható hatásai a szexuális abúzusnak, mert hogy olyan bűntudatot, szégyenérzetet, önvádat, önhibáztatásokat okoz, ami egész egyszerűen a mentális egészségét, a fizikai jólétét is veszélyezteti, annak felnőttként és gyerekként ennek áldozatává vált. Mindent meg kellene tennünk azért, hogy ezt megelőzzük, de ezt csak akkor fogjuk tudni megtenni, hogyha ha érdemben fejlesztünk azon a rendszeren, ami jelenleg van. Szilvia, ahhoz, hogy egy kicsit a pszichológiáját megértsük ennek a dolognak, most mióta elkezdtük ezt a beszélgetést, legalább 10 SMS-t kaptunk olyan ma már felnőttektől, akiket abuzáltak. És mindenki azt írja le, hogy amikor ő ezt elmondta a közvetlen családtagjának, akkor szinte minden esetben az volt a válasz, hogy ezt csak te álmodtad, ezt csak te gondolod, igen, nem történt meg. Ennek mi a pszichológiája, hogy mi felnőttek, akikhez odafordulnak a gyerekek, azt mondjuk, hogy á, ez biztos nem így volt. Mert ugye nekem ott lenne az első pillanat, hogy amikor itt írja egy lány, 12 évesen a nevelőapja molesztált, és az édesanyjához ment, az édesanyjának ez volt a mondata, túlélénk a fantázián, erről többet nem akarok hallani. Miért? Hát az én tapasztalatom szerint ezeknek az ügyeknek különféle dolgok állhatnak a háttérében. Nagyon sokszor tényleg az fordul elő, hogy az emberek azt gondolják, hogy ők felismernének egy szexuális ragadozót. Azt gondolod, hogy neked van elég emberismereted, te szereted a másikat, az nem lehet, hogy akivel tegnap este együtt nézted a tévét, és aki egyébként veled is szexel, az egyébként veled egy háztartásban élő gyerekhez is fordul. Aztán vannak dinamikák, ahol egész egyszerűen az látszódik, hogy a felnőtt nővel, vagy a felnőttel, akivel együtt él a bántalmazó, már nincsen szexuális kapcsolat, és az ő helyét veszik át a gyerekek, és tulajdonképpen e fejelt szemet húny az, aki ezt üri. Ez a könnyebb ellenállás, mert azt a státuszkót, azt a helyzetet, ami fennáll, azt a fizikai vagy érzelmi biztonságot, vagy a látszatot még mindig így lehet könnyebben fenntartani, és a gyerek a könnyű ellenállás. Ő az, aki gyakorlatilag nem lép ki a helyzetből, aki manipulálható, csábítható, megfenyegethető, vagy egész egyszerűen ezzel, hogy nem hiszek neked, nem fontos ez, amit mondasz, csak kitalálod, le is zárják azokat az utakat, amiken keresztül segítséget lehet kérni. A praxis azt mutatja, hogy a gyerekkori szexuális bántalmazás a családon belül történik, ne egyáltalán nem bírkod, 6-8-10 évig tart, vagy addig a pontig, amíg a gyerek megteheti azt, hogy elköltözik otthonról. Aztán vannak olyan elkövetők, akik egyszerűen is értik, hogy ami történik, az nem oké. Én őket ilyen három agysejtes elkövetőnek hívom, aki nem is érti, hogy mit csinál, és egyszerűen a gyerek van a kéznél, és ezt használja.
és aztán van az elkövetőknek körülbelül 1-7%-a a jelenlegi szakmai tudásunk szerint, akik pedofilnak tekinthetők. Ugye ők azok az emberek, akik nem tudnak, nem képesek egy pubertáskort betöltött test látványától, érintésétől szexuális izgalomba jönni. Ők azok, akik a pubertáskor előtti gyerektesteket, a velük való kapcsolódást keresik. Vannak exkluzív pedofilok, akik csak gyerekekkel tudnak szexuális kapcsolatot létesíteni, és vannak nem exkluzív pedofilok, akiknek egyébként vannak felnőtt kapcsolata is, vagy kirakat kapcsolata is, nagyon gyakran nagy korkülönbséggel, vagy más módokon, de ők azok, akik egyébként a szószoros értelmében pedofilnak nevezhetők, mert azért azt is ki kell itt mondani, hogy sokat pedofilozunk, de hogy a szexuális abúzus elkövetőinek a döntő többsége nem tekinthető pedofilnak, tehát ők egyébként képesek lennének felnőttekkel kapcsolatban is szexuális vágyat érezni. Ugye hát nyilván nektek szakemberként, de nekünk civilként is borzasztóan azt érzem, hogy elképesztően tehetetlenek vagyunk, de ez az ügy talán arra is rávilágít, hogy ha vannak vagy lesznek változások, akkor ezek a gyerekek nagyobb biztonságban lehetnek. Tehát borzasztóan nem számíthatnak segítségre, joggal érzik a kilátástalanságot, rengeteg elveszett gyerekről van szó, tényleg zárt falat mögött, szerintem nem is tudjuk nagyjából a számot, hogy hány gyerek lehet érintett. Milyen változásokat tudsz elképzelni, vagy mi az, ami azonnal segítene magán a rendszeren? Az anyagi ráfordítás, egy komplett gondolkodás, mentalitásbeli változtatás, akik most ezt esetleg hallják és döntéshozók, mi az, ami szerinted azonnal segítség lenne a rendszernek? Hát az a szomorú hírem van, hogy egy több évtizedek óta görgetett strukturális problémákkal küzdő rendszert nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Az, amit jelenleg tapasztalunk, hogy egyáltalán téma a gyerekvédelem és szakmai kérdésként téma, nem pedig politikai termékként. Ez szerintem már egy nagyon fontos előrelépés, és ezt az utat kellene tovább folytatni, hogy szakmai alapon szülessenek döntések, és ehhez bizony kell pénz, nagyon-nagyon sok pénzre van szükség, de ami még fontosabb, hogy a gyerekvédelemről ne csak úgy beszéljünk, mint ahol gyerekeket bántalmaznak, mert nem stigmatizálhatjuk, nem bélyegezhetjük meg azokat a gyerekeket, akik most is a rendszerben vannak, és akiket nem bántanak. Hogy fog becsöngetni az a szociális munkás a következő családhoz, hogy sziasztok, itt vagyok, segíteni jöttem, hogyha meghallják, hogy a gyerekvédelemtől jött, és azt gondolják, hogy majd ő bántalmazni fogja a gyereket, vagy kiemelni a családból. Tehát az, hogy árnyaljuk ezt a képet, mindent tegyünk meg azért, hogy azok a fekete lovak, akik most a rendszerben vannak, és gyerekeket bántalmaznak, kikerülhessenek. Ehhez az kell, hogy a konkrét ügyeknek legyen transzparens, átlátható vizsgálata, legyenek következményeik. Egy nagyon fontos első lépés lenne például az is, hogy minden olyan ügy, ami gyerekbántalmazást érint, ne csak egy személyi felelős megtalálásával záruljon, hanem legyen egy komplex vizsgálat, amiben fenntartják, hogy mik vezettek oda, hogy egyáltalán a bántalmazás megtörténhessen, mi tette lehetővé, hogy évtizedeken keresztül vagy éveken keresztül folytatódhasson, és legyenek következmények. Szerintem szisztematikus munkával, pénzzel, ráfordítással, figyelemmel el lehetne érni belátható időn belül, hogy ennek a több mint 20 000, meg a közel 1,6 millió gyereknek a helyzete biztonságosabb és védett legyen. Ez nem csak a szülők dolga, ez az egész felnőtt társadalomnak a dolga, hogy a velünk érő gyerekek jól legyenek. Zoli is kérdezi, kicsit naívan vagy álnaívan, nem tudom, hogy a gyermekotthonokban nincs pszichológus, de akkor ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ott ül a gyerek egy emeletes ágynak az alján, 12 évesen, éppen bántották, abuzálták, kizsákmányolták, és azon gondolkozik, hogy kinek tudnék szólni, és nem, hogy ember nincs, nem, hogy családtag nincs, nem, hogy anya-apa nincs, mert hogy mondjuk egy olyan intézményben van, de hogy effektíve szakember sincs a megyében, vagy a városban, vagy a faluban. Tehát tényleg ennyire durva a helyzet. Nem, azért ez nem mondható. Vannak olyan intézmények, ahol nincs pszichológus, meg hát ugye mire mondod azt, hogy van pszichológus? Mondhatod-e, hogy van pszichológus, aki hetente egyszer van ott 2 órát, hetente egyszer 2 órában nem lehet bizalmi kapcsolatokat felépíteni. Nagyon sok gyerek írtózik a pszichológustól, hiába küldik el hozzá, nem fog beszélni, nem nyílik meg, nem akarja elmondani, gyakorlatilag neki is egy vadidegen az a személy. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy vannak gyerekvédelmi gyámok, ugye ez az intézmény a Bicskei ügy előtt néhány évvel indult, a Bicskei ügy adott neki egy nagy lendületet, hogy a gyerekvédelmi gyámok legyenek azok a személyek, akik a lakásotthonokban, gyerekotthonokban élő gyerekek bizalmi kapcsolatai kívül vannak a rendszeren, nem ott dolgoznak, nekik könnyebben lehetne elmondani azt, hogyha egy intézményen belül bántanak egy gyereket, csak hogy ugye megint az a kérdés, hogy van-e elég gyerekvédelmi gyám, illetve egy gyerekvédelmi gyámnak hány gyámoltja van. Tehát ha neked van 40-50 vagy akut esetben 70 gyámoltad, akivel
folyamatosan kellene tartani a kapcsolatot, menni hozzá, megbízni benne, az azért egy szerintem ilyen lehetetlen küldetés, ehhez közeli állapot, és nem ritka, hogy a gyámoknak időről időre sokkal több gyámoltjuk van, mint amennyit egyébként a jogszabály lehetővé tenne. Illetve még egy van, hogy ha a gyerekek körül lévő nevelők, akik róluk a mindennapokban gondoskodnak, ők közülük nagyon nagy a fluktuáció, tehát jönnek, mennek az emberek. Nem tudom, hogy megtippelnétek el, hogy egy gyereknek a gyerek otthonba, vagy az állami szakellátásba való bekerüléstől a kikerülésig hány felnőtt van, aki róla gondoskodik, akkor milyen számot mondanátok? 8. Mondjuk. 8, akit hát, apának kéne tekintsen, vagy anyának az idő után. Hát ez egyáltalán nem ritka, hogy olyan 40 és 60 körüli ember. Most képzeld el, hogy addig, ameddig bent vagy. Pontosan, hogy az a nevelő, aki ott van, aki még tegnap lefektetett, de holnap már nem lesz ott, nem mondja meg, hogy elmegy, elmentél óvodába, iskolába, visszamentél, ő már nincsen ott, vagy egy fél év múlva nincsen ott. És neki lehet, hogy elmondtad, ő lehet, hogy tett is valamit, de a következőben most meg fogsz-e tudni bízni. A 16. nevelőben meg fogsz-e tudni bízni. Abban a gyerekvédelmi gyámban, akivel fenyeget a nevelőt, hogy majd ha nem viselkedsz jól, akkor jön a gyerekvédelmi gyám, és majd jól bepanaszolak neki, most akkor neki fogod elmondani, hogy egyébként ez vagy az bánt téged. És a gyerekotthonokban, lakásotthonokban nem csak a felnőttek között lehetnek olyanok, akik visszaélnek a helyzettel, ott kortársak között is előfordulnak bántalmazási esetek, nem ritkán szexuális visszaélés esetek, nem ritkán azért, mert a nevelők nem felkészültek arra, hogy ezeket a helyzeteket megoldják, és a gyerekek a hatalmi viszonyaikat, ki az alfa hím, ki hol van a hierarchiában, nem ritkán a szexualitást is magában foglaló eszközökkel és technikákkal vívják meg. Tehát, hogy ezek egymásra épülő problémák. Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük, elengedünk, mert tudjuk, hogy neked is menni kell, nekünk is. Nagyon klassz összefoglaló volt, és nagyon hasznos. Nagyon köszönjük, hogy segítettél. Sok minden szóba került. Jó munkát nektek, köszönjük szépen. Köszi. Gyurko Szilvinek, köszönjük szépen, el kellett engedni. Hát gyerekek, így vonja le mindenki a tanulságot. Beszélünk még az ügyről mindjárt. 8:30 pontosan jövünk rögtön a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 4 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello! Sűrű ez a reggel. Bocsánat, itt elindult egy zene, ez csak nekünk volt egy kis technikai problémánk, de megoldottuk. Majd szösszenet ilyen néha megtörténik, ahol fát vágnak, de visszadugtuk. Visszadugtuk a csatlakozót, amit a Daki néni kitépett fölmosás közben. Megvagyunk. Igen, itt vagyunk. Vannak közlekedési élénk. 5. kerület Bátori Honvéd utcánál Aldinál egy kutyus sétálgat, valaki nagyon keresse, és van a Hősök terénél egy baleset, úgyhogy ott is dugó lesz, vagy lehet, hogy éppen már van egyébként. Itt vagyunk, és várj is folytatjuk. Ugye azt ígértük, hogy rácsörgünk Denisre. Muszimbe Denisről van szó, ugye? Neki tegnap láttuk egy videóját az Instagramon. Majd dolgok történnek vele, ha már ide nem jutott be. De nagyon sokan szavaztatok rá, nagyon szeretitek Deniszt egyébként, ő is nagyon sok szavazatot kapott, olyan második helyen végzett. De ugye tegnap jött haza, és ja, bocsánat, csak elmondom, Esztert már kirúgtátok. Nem, egy fél mondat az Eszterről, de hogy is nem rúgtuk ki. De sokáig fogjuk ezt megmagyarázni. Nem, nincsen, mondtuk, hogy van, amikor nem lesz fellép, rengeteg fellépése van, nagyon sok teltházas dolgot csinál. Ilyenkor van, hogy egyet napot ő kivesz, dolgozik, a dolga van, tehát azért nem tud az ember úgy bejönni, hogy azonnal 5 napot van. Úgyhogy Eszter van, Eszter lesz, csak Eszter van, amikor pedig nincs, de igazoltan van távol, úgyhogy van, amikor ketten leszünk, sőt, van, amikor Juli is érkezik hozzánk. A második befutunk a csajok között. Igen, úgyhogy ezt mi nagyon szeretjük, ugye egyrészt az állandóság, mi vagyunk ebben a műsorban, 2 kicsit olyanok, hogy mind az időjárás. Kinézel, elhúzod a függönyt és megnézed, hogy... De mindenképpen női hang, és ezt mi nagyon szeretjük, hogy vagy az Eszter, vagy a Juli, tehát hogy női hang csatlakozik hozzánk, de Eszter is természetesen van, lesz, csak azért neki így sűrű. Nem volt egy 10-ese, hogy megadja a tartozását nekem, ezért nem jött ma. Kell ma föllépés neki, ott kap egy 10-est, és azt holnap behozza nekem. Igen. Amit elnyertem. Amit nyertél, sem még utalok neked 10-et. Te Eszter jól indított a hetet, már 10 mínuszban van. Levesszük, fogjunk össze, és vegyük le direkt. Direkt rossz eredményeket mondjuk vele, csak hogy játszunk fekete férő, és az év végén mondjuk el, hogy összeesküdtünk ellene, és havi kilókat rángassunk le róla, úgyhogy nem tudja. Megint te játszol fekete férő, igen, nem? Ne haragudj. Megint, igen. Jaj, de nagyon nagy lóvékat szedjünk le róla. Szóval
visszatérve Denisre, igen, ő egyébként azt hiszem, te én a lovász hangját hallottam a videóban, tehát nem mondom, hogy ekkora baj lenne, hogy már a lovásznál házal, azért ezt megkérdezzük tőle, hogy akkor oda akar-e bejutni. De tegnap UFO-t látott, azt mondja, nincs rá magyarázat, kikelve ordít magából a kocsiban, és rá is jöttem, hogy Denis, ez komoly, vagy hogy tényleg az van, de láttam, hogy a videó az tényleg érdekes, nem tudja, hogy mit látott, és aztán felrakott két fotót. Legalábbis érdekes ez a két fotó, hogy az, hogy nem olyan nincs nagyon repülő alakja, nem? Hát valami repülő pedig, egy repülőtárgy az biztos, mert az égen van, úgyhogy ebből a szempontból biztos, hogy repülőtárgy, de hogy pontosan mi volt az, azt senki nem tudja, és ő is ugye segítséget kér azoktól az emberektől, akik látják ezt a képet. Igen, hogy az mi volt mi valójában. Van. Igen, 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 igen. Na itt van velünk, mindjárt megkérdezünk. Denis, jó reggel, ciao. Szevasztok, gyerekek, szevasztok. Figyelj, egy kérdésem van, miért kell az egy idegen civilizációval találkozni, hogy bekerüljek a műsorba? Jó, még, várjál, már egyszer voltál bent, akkor még nem volt idegen civilizáció. Még személyesen meg se dicsértünk, de gratula az 50 hány, nem tudom hány ezer szavazatodért, brutálisan sokat kaptál, brutálisan. Jaj, hát nagyon köszönöm, hogy ennyien szavaztak rám. Tényleg. Úgy tűnik, nem volt elég, de én örülök. Nem sikerült megmozdítani mindenkit. A kollégina még nagyobbat ment, de nagyon-nagyon hasított. Nagyon hasítottatok. Nagy gratuláció, ezt kéne tényleg jó szpent, úgyhogy megérdemli. De aranyos vagy. Na figyelj, tegnap ráakadtam egy videódra, titkon leslek az Instán, és láttam, hogy egy kocsiba hőbörögve készülsz rágyújtani, hogy már pedig az ufókok volt, amit láttál. A lovász hangját hallottam mögötted, hogy próbálj nyugtatni? Igen, a lovásszal jöttünk, igen, makóról jöttünk, fellépés, teltház, basztaps, nem ez a lényeg. Dupla teltház, nem érdekes, teljes szolnál. Nem ez a lényeg. Igen, mellékes, mellékes. Van még Csongrádra megyek, van pár ilyen, nem ez a lényeg. Te halljadék, te szeretlek. Gyerekek, figyeljetek ide. És annyi volt, hogy jöttünk lovászul mellettem, és nem tudom, a horizonton itt észrevesz itt valamit. Csak hogy hülyéskedtünk is, hogy fú, ez vajon mi lehet? Egy ilyen kis fénylő valami objektum, de most nyilván azért sokat vagyunk úton, tehát mondjuk egy csillag, meg egy repülőgép között azért nyilván különbséget lehet tenni, és azt láttuk, hogy elég jó fényviszonyok volt, tehát este volt, de nem volt felhős az ég, tehát full tiszta volt az ég, és egy lebegő, egy ilyen objektum, aminek az alja tulajdonképpen full ki volt világítva, és tényleg ilyen döbbenet. Tehát, hogy ott, mert most kitettem Facebookra, és akkor rögtön ugye megjelentek itt az UFO szakértők, illetve a profi fotósok, hogy miért ilyen képet tettem fel. Igen, de nem a National Geographic operatőris tábjával mászkálok ilyen turnéra azért fellépni, tehát, hogy egy ilyen telefonnal ennyit tudsz, de nem is ez volt a lényeg, hanem tényleg megéltük így a pillanatot, mert teljesen szürreális volt. Repült vagy nem repült? Tehát ez állt? Ez lebegett. Olyan lebegett, és legalább nem tudom, egy vagy másfél percig, és így tényleg ez a sok, amikor így nézed, látod, de hogy így nem tudsz rá racionális magyarázatot adni, hogy ez most mi. És azt, hogy mert most nyilván egyedül ülök az autóba, nem tudom, majd, hogy benéz az ember valami, de itt ült mellettem a lovász, ugye, te nem tudunk rá magyarázatot adni. Tehát, hogy én az életemben egyedül körülbelül milyen messze volt tőletek, mekkora a mérete, éreztetek-e ellenállhatatlan vonzerőt, ami a tárt felé húzott benneteket? Nem, ilyen nem volt. Figyelj, nem tudom, egy kilométer szerintem, tehát hogy fel kéne mérnem a távolságot, nagyjából egy kilométer, és nagyon jól látod, abszolút tisztán kivehető. Szóval nagyon para volt, gyerekek. Én amúgy is mindenre ráparázok, de hát én konkrétan nem tudom, hogy ráálltunk. Igen, a fotó nagyon érdekes. Tényleg egy ilyen lapos tárgy, ami világít. Mondjuk a telefonod az nem tudom, mivel készült. Nagyon kellett zoomolnod. De figyelj, és a lovász is egyetért benne, hogy ő se tudta megmagyarázni, vagy ő téged nyugtat, hogy nyugi, csak repülő, vagy nem tudom, helikopter, vagy bármi, vagy ketten hittétek, hogy ez most valami durva. Igen, ketten hittük, és tényleg ő is teljesen ille volt sokkal. Nem tudtunk rá, majd félreálltunk a kocsival, és egyszerűen nem tudtuk hova tenni ezt az egészet. És előttől, hogy nyilván ilyen viccesnek tűnt, de hogy azért úgy tényleg az van, hogy látsz egy ilyet, hogy benne vagy egy ilyenbe, és így kötni nyelni nem tudsz, és nagyon para volt, gyerekek. És hirtelen az volt a durva, hogy utána elment mellettünk egy kamion, a kamion mögött eltűnt, és ahogy lehagyott minket a kamion, gyakorlatilag nem is volt ott. És tényleg egy lebegő tárgy, és akkor rákerestünk, hogy volt-e bármilyen próba ott, vagy de nem találtunk semmit gyakorlatra. Vagy, ja, hogy repülési gyakorlat, aha. Vagy valami. Igen, aha. Igen, és aztán követett, volt fény alá? Elindultatok a fény, volt fény, bármi jelenség? Vagy csak ott lebegett és eltűnt, vagy ti hagytátok ott?
Nem, mert egyszerűen fogta is eltűnt, nem tudtam eladni még két jegyet se nekik a holnapi Csongrádra, tehát hogy legalább egy lett volna belőle. Mondom a holnapi Csongrádra. Mondom a holnapi Csongrádra. Nem tudtam elaludni. Igen, azt még megírtad nekem éjszaka, hogy remélem nem követett. Azon nagyon röhögtem. Ott éreztem, hogy sok hatásban vagy. Tehát, hogy ott még van valami traumatizáltságod az ügyben, mert tök flyer nélkül remélem nem követett. Ezt így elküldted nekünk. Tehát a feleségemet hívom először, tényleg az van, hogy egy idegen civilizáció, és nem egy földön kívül lényt, és az volt az első ész, hogy jó, de hogy majd a kis gurulós bőröndöt hozd már fel, légy szíves a tárolóból, mert nagyon érdekelte, mi? De figyelj csak, nem lehet, hogy beköltözött a lovászba? Aki ott ült melletted? Tudom, gyerekek, de most tényleg mindent viccet féletére, tehát hogy nagyon durvát, én teljesen lesokkolódtam. Nem tudom megmagyarázni ezt, és annyira kíváncsi lennék, hogy esetleg, hogyha nem tudom, tegnap ott az M5-ösön jártam, aki 3-10 körül látott-e bármilyen hasonlót. Na most az a ciki, hogy csak ti ketten láttátok, mert akkor tényleg nagy kérdés, hogy gyógyszer volt, vagy valami komolyabb. Azt nézzük, hogy volt-e valami repülési gyakorlat. Volt egy-két helyen, de az alakja, amit lefotóztatok, az egyébként tényleg barom érdekes, mert hogy nem úgy néz ki, mint egy repülő, nem olyan, mint egy helikopter, sokan írják, hogy talán víztoronynak a teteje, de ahhoz se hasonlít, tehát valami furát láttatok, ez igen, ez érdekes. Valami furát láttunk, ami tényleg abszolút lebeget is, és nem vagyok egy repülőgép szakértő, de én nem tudom, hogy a drónok talán mozognak így, de nem tudom, ekkora drón nem tudok elképzelni, mert ez így van kivilágítva, de nem volt ilyen jelzőfény, mint a klasszik repülőgépeken, tehát azért néha meg tudod azt mondani. És az, hogy utána eltűnik, 2 másodpercen belül, tehát hogy gyerekek, ez fúl hígszakta. Egyébként te hiszed? Tehát, hogy neked van egy képed erről, hogy egyszer valahol tényleg egy csongrádi hakniból hazafelé jövet, látsz egy fénynyalábot és megérkeznek? Vagy lesz valami észlelésed? Beszélgettünk múltkor, de akkor ez az univerzum, meg ez a világ mindenség, hogy biztos, hogy van valami, és lehet, hogy nyilván most itt többek kilövögnek, meg hogy én most ebből itt valami sót akarok csinálni, de nem, hanem tényleg láttam valamit, amire egyszerűen nem tudok magyarázatot adni, és gyerekek, vannak ilyenek, hát ki tudja, hogy mik vannak még. Ezért mondjuk ezt, hogy tanult embernek nincs párja, tudod? Feri nagyon-nagyon anti, én veled vagyok. Igen, ő anti, ő az, hogy ha leszáll és meglátja és megnézi, akkor az bizonyíték, de amíg csak ilyen telefonról készült videók, meg érzékelések, meg pilóták, beszámolók, addig ő kevésbé hisz. Addig a üzenét, hogy szerintem a mociát azért vegye elő, mert nem tudja, hogy mennyi ideje van még motoron. Úgy van, menekülhetünk. Nálunk vidéken azt mondják, hogy majd akkor létezik, ha ettünk belőle. Szerintem a Balázs a spagetti pálcos atlétákat itt nyára, amiket megvásárolta, azokat is lehet, most használjuk el. Mondtad már, hogy holnapon leszel? Mint ha még nem említetted volna. Ma Csongrád. Na jól van, oké, figyelj, megnézzük a képet, meg érdemes egyébként Denis oldalán, nézzétek meg, tényleg érdekes, nem tudom, hogy mit láttadok, tök furi. Mondom, én a videóra kaptam fel a fejem, hogy üvöltesz, hogy készülsz rájújtani. Teljesen. Jó, és infót láttok esetleg, vagy hallottok erről, hogy valaki látott hasonlót, vagy valami gyakorlat volt, akkor nyugodtan jelezzétek már, mert lehet, tényleg az volt, hogy egyszerűen egy gyakorlat volt, és valami tesztkép. Simán lehet. Annyit még hozzátennék, hogy az éjszakai vezetés úgy, hogy az autóban ég a belső világítás, vagy világít a belső lámpa, abszolút baleset veszélyes, és azok a kis karikák, amik itt a fény miatt tükröződnek a szemedbe, na az volt az UFO. Nem kell videózni az úton a lovásszal, és akkor nincs ez az egész szar. Igen, és üvölt a kocsiban, Denis, nagyon jó. Megnéztem azt a videót. Denis, örülünk, vigyázz magadra, ha van ilyen, akkor úgyis szóljál. De tetszik, nem tudom mi ez, tényleg nem tudom, mit láttatok. Rejtély. Jó van, gyerekek, puszi nektek, vigyázzatok. Puszi. Ma este ott vagyunk. Ma este. Csongrád 19, szevasztok. Mondtad, hogy még csak félház, tehát hogy még egy félházi jegy van, ugye? Jól értettem. De ez félház. Amit szerintem egy 23 jegy, de kiszámolja. Alig egy percet néztem. Na, vigyázz magadra, ciao. Hello, ciao. Szevasz. Szegény Denis, azért a lovásszal egy kocsiban se lehet. Hát figyelj, van meg szűtött, ő választott, mégiscsak szólhatok volna másnak is. Az ukrán haderű gyakorlatozott, semmi pánik, mezőgazdasági drón volt, írja valaki, víztorony is lehetett még. Sokan elemzik a fotót. Na jól van, oké, nekünk pedig volt egy, vagy van egy szavazásunk, hogy volt egy szavazásunk, ami ma ugye zárult, ugye? Csak, hogy egy nagyszerű Valentin napi játék. Egy nagyszerű Valentin napi játék, ahol egyébként nagyon helyes párokat találtunk.
valahol volt kémia, cukik voltak, nevettek, jól érezték magukat együtt. Ugye ez a rapid randi kicsit kegyetlenül, jött egy fiú vagy jött egy lány, és amikor a fiú megérkezett mellé, vagy a lány megérkezett mellé, akkor bedobtuk az ellenkező neműt, de ha nem tetszett neki, mint a Tinderen kiszorhatta. Sőt, kész, egy két perc után már lehetett is tovább menni. Én igen, nagyon bírtam ezt. Olyan jó, olyan modern, olyan izgi volt az egész, jó volt. Igen, és a hallgatók vagy a tippfeladatotok pedig az volt, hogy szavazzátok meg, hogy melyik pár között volt a leginkább kémia, mert hogy ők elmennek közösen, úgy akarják egy wellness hétvégére, kapnak egy kocsit, ugye, egy-egy hétre egy-egy Nissan Qashqait, ha minden igaz. Optikvört, szemüvegutalványt. Tehát, hogy tele rakjuk őket ajándékokkal. És volt még egy tétje a szavazásnak, azt ne felejtsük el, ugye, hogy a szavazók között is sorsolunk egy ilyen 100 000 forintos optikvördös szemcsi utalványt. Igen, 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 igen. Úgyhogy hívjuk a párt akkor? Hívjuk a párt, jó? Hogy megmutatjuk, hogy kik nyertek. Kata és Dani itt van velünk. Hello, Kata, hello, Dani, jó reggel, ciao. Sziasztok. Jó reggel, ciao. Ja, Dani. Hello, mintha nem beszéltünk volna ma már. Na ne, itt tartotok, hogy összecsörgés van? Micsoda, persze, már túl vagyunk, nagyon sok vagyunk. Igen, úgy néz ki, hogy ez egy jó választás volt, bár nem gondoltam volna. Igen, ti már egyébként találkoztatok is, tehát hogy túl vagytok egy csomó mindenen akkor ezek szerint, ahogy mondjátok. Nem, de most szombaton úgy fest, hogy összefutunk. Így van, összefutok, mert hogy ugye ti rátok szavaztak a legtöbben, ami azt jelenti, hogy ugye a Nissan jó voltából egy hét használatra kaptok egy-egy autót, egy Nissan Qashqait, és mentek a Hungers Hotel felajánlásával egy kétnapos hosszú hétvégére. Mondtam, látottam, mondtam, megmondtam. Köszönjük szépen. Azért ez nem egy rossz randi, így elsőre. Hát nem, nem. Nem lesz. Nem ebbe, lesz. Bele fog férni a tűzcsőres megfűz. Karamellot. Így, amit beígértél. Hát egy úriember, hogy ezt tudjuk. És megvan, akkor ez azt jelenti, gyerekek, hogy megvan a zsizsgés? Azt mondtátok, hogy már sokat beszélgettetek telefonon. Igen, igen, tehát így abszolút megvan. Ja, mondjad. Hát tehát mi ott tartunk, hogy én a Katának mondtam, hogy ha nem nyerünk, akkor is megyünk, úgyhogy tegnap meg is beszéltük, hogy hova és mikor, úgyhogy foglaltunk egy másik wellness-t is. Wow, tök jó. Tök jó. Ez nagyon klassz, de akkor az jó lesz. Tehát akkor személyes találkozó még nem volt? Effektíve semmi? Hát hozzátartozik a dologhoz, hogy én későn kapcsoltam be a csütörtökön a rádiót, és fontos információra nem maradtam, hogy ugyebár a Kata nyíregyházi. De száz hidaljuk. Jó, hát ezt a Qashqait megoldjátok. Na érezzétek magatokat nagyon jól, jó randit nektek, örülünk, hogy beneveztetek a játékra. Hát ha lesz ebből valami, nem csak egy hosszú hétvége, hanem valami kis, hogy is mondjam, csak nem tudom, finomság. Remélhetőleg. És még én most itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy Zolinak megköszönjem, hogy lepattintott. Én szerintem jobban jártam. Szerintem jobban jártam. Egy tök cukik vagytok, meg kémia is van. Szerintem nagyon-nagyon működtek. Érezzétek magatokat nagyon jól. Egy SMS dobjatok már utána, hogy milyen volt. Jó? Hát, ha egy mondatot megér. Oké, okay, köszi. Köszönjük szépen. Ciao. Mutatjuk, hogy mit nyertetek. Sziasztok. Ciao. Gratulálunk! Nyereményetek személyenként egy Nissan Qashqai egyhetes használatra a Nissan jóvoltából, és mellé egy két éjszakás, két főre szóló wellness hétvége félpanzióval, a Hungers Hotels felajánlásával. Na hívjuk akkor még a nyertes a szavazók közül, mert ő megnyert egy 100 000-es utalványt, ugye? Egy napszöveg utalványt. A szavazók közül. Szavazók közül, így van. Így van. Nagyon sok szavazat jött, ügyesek voltatok. Igen, Tünde, Balázs, Feri, hello, jó reggel. Hello, ciao, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. A helyzet az, hogy te nyertél a szavazók közül egy 100 000 forint értékű szemüvegvásárlási utalványt. Gratulálunk. Hát nagyon szépen, köszönöm. Szavaszál a pára, megmutatjuk, hogy mit nyertél, jó, Tündi, figyelj. Gratulálunk! Nyereményed egy 100 000 forint értékű szemüveg és napszemüveg vásárlási utalvány az Optic World és az Optic World exkluzív felajánlásával. Tünde, gratulálunk, puszi, örülünk, hogy játszottál velünk, köszi! Köszönöm! Puszi, ciao! Áj, nagyon jó játék volt, gyönyörű játék volt, ezt szerettük, szép Valentin, fordított Valentin. Jövőre folytatjuk, ha még itt vagyunk. Itt vagyunk, van egy balesetünk, azt mondod? Így van. A Szerémi út és a Hengerman utca kereszteződésnél rendőr és tűzoltó helyszínen van, úgyhogy ott vigyázzatok, jó? Ez most jött, ott nagy baleset van. És mi a best of-ot mondjuk, hogy már hogy milyen nap legjobb pillanatai jönnek. Már megint ez a Valentin mocsok, ez a szarság, unalmas, fos, ezek a gyökerek. Nagyon szerettem, imádom, puszi nektek, Géza. Igen, Géza, annyi rajta volt, igen. Hagyja szemetek, de imádom a játékot. Még egy ilyen vackot. Igen. Ugye vállalhatatlan családtagjainkról beszélgettünk, és
arról, hogy ki az, aki a legkellemetlenebbül tud viselkedni, ugye egy családi rendezvényen, mert ugye egy amerikai srác éppen kifelé menet az esküvő és sétáról nyomkodta a telefonját, miközben fogta menni azt, hogy olyan kezét próbáltuk kitalálni még azt is egyébként, hogy mire válaszoltat, vagy mit íratott. Fölhívtuk Gyurko Szilvit, aki hát tulajdonképpen egészen megdöbbentő adatokat mondott a most kirobbant pedofil botrány kapcsán szóba jött gyerekekről, mert hogy továbbra is ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy hány gyerek lehet bajban, hány gyerekről van szó, hány gyerek van intézményekben, kik az érintettek, miért van szakemberhiány, és milyen alapvető változtatások kell lennének rendszer szintűen, hogy ez a probléma legalább egy kicsit orvosolható legyen. Nagyon, nagyon kemény adatokat mondott a Szilvi, egészen megdöbbentően nagy a baj a gyermekvédelem ügyében. Erről beszélgettünk Gyurko Szilviával. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Állami gondoskodásban nagyságrendileg 21-22 ezer gyerek él, közülük olyan 14 ezer nagyságrendileg nevelőszülőknél, a többiek pedig gyerekotthonokban, lakásotthonokban. Sajnos, amiről el is kezdtek beszélni, hogy hát igen, a 97-es gyerekvédelmi törvény elfogadása óta soha nem álltak rendelkezésre azok az anyagi tárgyi személyi erőforrások, amik valódi végrehajtáshoz szükségesek lettek volna. Ezek oda vezetnek, hogy hiába 2016-ban be kellett volna zárni a csecsemő otthonokat, de még mindig több száz kisbaba újszülött él csecsemő otthonban, a helyet, hogy családi körülmények között lenne, sokkal több nevelőszülőre lenne szükség, de az sincsen. Van egy nagyon erőltetett nevelőszülői toborzás, aminek a keretében nem biztos, hogy alkalmas emberekhez kerülnek gyerekek, tehát egész egyszerűen van egy olyan helyzet, ami anyagilag, emberi erőforrás tekintve, férőhely tekintve borzasztóan kifeszített állapotban van igazából évtizedek óta, és az a probléma, ami most előállt, amiről hál' Istennek ti is nagyon sokan elkezdtetek beszélni, hogy gyakorlatilag egy keszthely méretű várost föl lehetne tölteni azokkal a gyerekekkel, akik már itt vannak, itt születnek, közöttünk élnek, és akiknek az életesélyeit nagyon meghatározza az, hogy mennyire jól tudunk róluk gondoskodni az állami rendszerekben, de ennél sokkal nagyobb munkája van a gyerekvédelemnek, tehát 1,6 millió gyerek él Magyarországon. A gyerekvédelmi rendszer minden gyerekért felelősséget vállal, a védőnöktől kezdve családsegítő, gyerekjóléti szolgálat, szociális segítők az iskolákban, iskolapszichológusok, óvodapszichológusok, ők mind-mind egy olyan jelzőrendszernek a részei, akiknek szemük kell, hogy legyen, hogy észrevegyék, hogy egy gyereket bántanak, fülük arra, hogy meghallják, hogyha egy gyerek panaszkodik és elmondja, hogyha valami baj van. Hogyha ezeken a pontokon hiányoznak a szakemberek, hogyha ők fáradtak, túlterheltek, nincsenek elegen, vagy olyanokat vesznek fel a pozíciókba, akik valójában nem megfelelően képzettek, akkor nem csak a gyerek otthonokban, hanem a családokban, a ti szomszédotokban, a szomszéd utcában is éveken keresztül folyhatnak gyerekekkel szemben szexuális, fizikai, érzelmi bántalmazások, gyakorlatilag következmények nélkül. Hát hogy nincs itt, ugye mindenki a, ugye nyilván az ügy kapcsán, a Bicskei ügy kapcsán a pedofiliára és az abúzusra szűkíti, de azért itt beszélünk a súlyos lelki, fizikai bántalmazásokról, a szexuális bántalmazást elszenvedett gyerekekről, a terápiás segítség nélkül maradt gyerekekről, aztán a később magatartási és tanulási problémákkal küzdő gyerekekről, akik aztán szintén elkövetővé válnak idősebben a fiatalabb társaik ellen. Szóval, hogy az ügy az borzasztó komplex és nagyon összetett. Mi az a szám, ami segítene? Hány szakember hiányzik szerinted most az ellátórendszerből? Van erre egy exakt mutatás, hogy nagyjából 5-10 ezer jól fizetett szakember azért nagyban előre mozdíthatná a gyermekvédelmet és segítene? Hát 2022-es a legfrissebb számunk, az azt mondja, hogy a gyerekvédelem alapellátásában, tehát a még a családjukban élő, de veszélyeztető gyerekek körül minden tizedik szakember hiányzik, a szakellátásban, gyerekotthonokban, nevelőszülőkből minden hetedik szakember hiányzik. Ehhez kell még hozzávenni a pedagógiai szakszolgálatok munkaerőhiányát is, azt is, hogy gyakorlatilag vannak olyan régiók és körzetek, ahol nagyon sok szakember nincs. Tehát, hogy ha egy térképre teszed azt, hogy hol nincs házi orvos, hol nincs szociális munkás, hol nincs iskolai szociális segítő, hol nincs pszichológus, akkor azt látod, hogy Magyarországnak vannak olyan régiói, vannak olyan települései, amik egyre sötétebbek, mert hogy ahol semmilyen szakember nincsen, ott aztán tényleg nagyon magára tud maradni egy gyerek egy bántalmazás történetével, mert azt soha ne felejtsük el, hogy azért beszélünk ezeken a pontokon a szakemberekről, mert hogy ha valaki kiszolgáltatott egy rendszerben, akkor az a gyerek, és a gyerekek többségét olyanok bántalmazzák, nem vadidegenek, hanem olyan emberek, akikben megbíznak.
nettó érdektelenség a csávon, sétálnak ki, emberünk kezében végig ott van a bal kezébe a telefon. Hogy lehet tönkretenni a legszebb pillanatot, de itt nem a rokon, itt maga a vőlegény teszi tönkre, nem? Igen, egy egészen közel álló személy. Igen, így egy hallgató, hogy lehet, hogy csak a családi státuszát állítja át házassal, Dani. Jó, de ennyi ideig. Igen, tehát sétálsz ki a leendő vagy az újdonsült feleséged. Írjatok, drága hallgatók, egyébként tényleg, tehát a ti családotokban ki az, aki nagyon el tud rontani, akitől előre szorong a család, aki minden családi rendezvényen vállalhatatlanul viselkedik, nagypapa, nagymama, anyuka, apuka, testvér. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Zsani vagyok. Zsani! Hello, Zsani! Ki a bosszantó vagy idegesítő család? Édesanyám. Mit csinál a baba? Édesanyám. Hát ő mondjuk egy iskolai ballagáson a szép csöndben, az iskolaigazgató beszéde alatt hangosan megjegyez valamit a beszédre, az igazgató úrra. Dirire mit mondott, hogy ez a hülye is miket beszél? Igen, hogy na már megint hazudik. Fúj, de szeretem. És hangosan úgy, hogy ezt mindenki hallja. Igen, és akkor minden szempár elszegeződik. Köszi, Zsani, hogy elmondtad. Puszi, ciao. Köszönöm. Sziasztok, köszönöm. Nálunk a faterom éppen a koszorús lányt hegesztette a bárpulton. Már. Ne, persze. Jó, mikor szóltam neki, apa, nem kéne várj, fia, mindjárt végzek. Igen, nyilván. Párom anyukája mindig minden túlpörög, hülyeségeket beszél, és nem érdekli más, hogy mit mond, nem figyel senkire, csak magára. Nagyon kínos volt, amikor 5 év után se tudja a család tagjaim nevét, annyira nem figyel. Minden eseményen csak a szexről tud beszélni, elviselhetetlen. Mondjuk a neveket. És ez a muter, várjál, ez a párodnak az anyukája. Egyedül az anyósom szeret engem, csak ő ellenezte a házasságot a lányával. De már késő, akkor látod, haragudtál érte. Amikor a gratulációkat fogadtuk, a nagymamám üvöltve közölte, hogy vigyázzunk a papírra, mert kell lenni fog válásnál. Megfagyott a levegő. Jaj, de jó, muter, imádom. Nagyon, nagyon, nagyon szeretem. Fater karácsonykor megkérdezte a csajomat, hogy hízott-e, mert most olyan nagy a dokája. Jézus. Karcsi, hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Karcsi, úgy hallottam, nem hittétek el ezt a hihetetlen történet. Hát tényleg a fater a koszorús lány? Hát igen, mert ugye nekünk sem volt templomi esküvés, egy étteremben volt a vacsora, és akkor hát, hogy ők előre mennek, segítenek ott a kipakolni, meg stb. És hát kicsit előbb érkezett a mászmenet, vagy hát hogy mondjam. És én bementem előre, hogy meglepetésemet kicsomagoljam, és akkor éppen... A volt meglepetés. De úgy, hogy apád, anyád akkor még együtt volt. Természetesen. És a koszorús lány az a nagyjából a feleséged, el egykorú fiatalabb csaj? Igen, a legjobb barátnő. A legjobb barátnője a feleségednek. Tehát, hogy... Így van. És akkor bementem, kicsomagoltam a dolgaimat, fizettem az asztalra, megfordultam, és akkor egymásra néztünk így hárman, tehát a hat tekintet összeakadt, és akkor kérdeztem, hogy ez mi is mondta a fater, hogy várjál, mindjárt végzek, és akkor mehet a lakodalom, hát ehetünk, kihatunk, mulathatunk. De csak hát én nem tudtam olyan gyorsan kimenni az ajtón, mint ahogy bejöjjön a többi rész. Jó, hogy ezt akkor mindenki látta. És megjött az anyukád. És anyád ott beadta a vállópert, mondta, hogy köszi elég. Nem, aznap azért édesem tisztelette volt az én nagynapomra, és akkor másnap. Azt a mindenség. Jó, a fater együtt van még a koszorús lánya? Szerinted? Ez nem. Ami tudod? Ez nem az, hogy egy bingoszó szerelem első napja volt, az a hirtelen felindult lendület, de én Karcsi. Azt mondom, hogy nem voltam ott az ő esküvőjükön. Papa rendesen elrendezte dolgot, igen, nagyon ilyen is volt. Papa az évembere. Nem mindenki így nyilatkozott, de volt, aki tapsott. Balázsék a Rádió Egyen. Hát ez az Oti, ez ma se zenéte. Hát eléggé, mondjuk voltak szerintem egyen fontosabb témáink, mint Oti. Elúszott ez az Otto, pedig megígérte. Ez így nem lesz jó. Nem lesz ebből buli nyáron így. De nyáron lesz buli, most nem volt buli. Kicsit fontosabb témáink voltak, mint Oti. Ennyi. De Oti nem verheti át a rajongóit, tehát ezt nem csinálhatja. De Oti már annyiszor átvert a rajongóit, hogy ez már nem árt neki. Megkérdett egy bulit, senki nem fog elhinni, hogy tényleg ott lesz. Hogy ott lesz. Jó, holnap. Ha nem esetleg nem holnap, akkor holnap után lesz majd DJ Oti, oké? Okay? Igen. Na. Jó, holnap jövünk Eszterrel. Holnap jövünk Eszterrel, pénteken jövünk Juliskával. Ez a heti étrendünk. Úgyhogy így ez van a menükártya. Minden nap más a menü. Így nézzünk ki, hívjuk még gyorsan. Hol kisebb, hol nagyobb falat. Igen. Bocs, Eszter. Hívjuk a naphallgatóját még. Radics, tesszék. Balázs, jó reggel. Ciao, Balázsék. Ó, basszus. Korán van még egy kicsit, igen. Nagyon. Igen. Azt írtad, elaludtam, szingli vagyok, szerintem ronda, és te ráadásul egy menet nap van. Úgyhogy ezzel mi megsajnáltunk tényleg. Ó, köszönöm. Olyannyira megsajnáltunk, hogy én adok egy ajándékcsomagot, jó? Jó, tényleg legyen. Hadd legyek ma én a jó szívű csávó. Jó? Mindegyik költök az, köszönöm szépen. Ja, megmutatunk, mert van plusz ajándék. Van egy plusz ajándék, így van.
Gratulálunk! Az önnyereménye egy Livsane vitamin csomag a Beno Magyarország ZRT jóvoltából. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Most jelenleg Bécsben vagyok, de amúgy Fertődi vagyok, és már egyszer voltam nálatok nyerő. 2 éve kb. Ja, az akkor megérne, legyen egy ajándékcsomag, azóta már frissítettük. Köszönöm, is. Köszönöm nektek. Szingli vagy egyedül, vagy ronda, vagy lejtmenet nap van, Valentin nap van, ez ma te napod, jó? Köszönöm, köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Hello, 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 hello. Na jól van, gyerekek, sűrű kis nap volt ez így. Így van, gyönyörű jó idő vár mindenkire. Nyilván 4-ig bent ültök a melóhelyen, de mi azért megyünk. Egyébként tényleg szép, meg ez az egész jó. Tavaszi hangulat azért ez így nagyon jó tud lenni. Nagyon boldog Valentint kívánok neked, Balázs. Neked tudod, mit kívánok? Nekem nagyon jó lesz. Egy teával és egy tiramisuval üldögélő szerelmes párokat 4 órás asztalfoglalással. Az már megvan, azt elengedtük. 20 éves egyetemistákat, akik egy teát isznak, nagyon cukik, nagyon szerelmesek, és esznek egy somlóit ketten a mai. Nekünk az élményadása fontos, és hogy a vendég jól érezze magát, és a szerelem mindenek előtt. 4 óráig üldögélnek. Nektek ez annyira nem kifizetődő, ez a Valentin. Olyan cuki. Nem mennek még este 9 óra, akkor még ki tudnánk adni az asztalt. Nem, még két reggeli. Van egy nagyon kedves park itt a közelben, ahol tudnátok sétálni. Igen, na jó, akkor még egy somlóit eszünk, drágám. Akkor még ketten kérünk egy somlóit. Édeseim. Sajnos elfogyott. Édeseim, akkor nagyon cuki. Pohár vizet. Van somlói. Igen. Szóval sokáig asztalnál üldögélő, nagyon szerelmes pillantásokat, kevés étlapról rendelőt, teával vigyük a szerelmet, jó? Ezt kívánom neked, meg boldog Valentin. Puszi mindenkinek, gyerekek, jövünk holnap, vigyázzatok magatokra, ünnepeljetek. Sziasztok! Hello! Ciao, ciao! Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 6-tól ismét élőben Balázsék! De nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek! Igazi mai slágerek!